már most ott dolgozik mindennek a rendezésén, hogy készen álljon holnapra. És holnapra lesz a kongresszus, úgy tűnik, hogy már hosszú ideje kezdtünk, de igazából ez még mindig csak holnap kezdődik a kongresszus, tehát még csak most készülünk. Tehát csak holnap csatlakozunk mindenkivel. A helyi csoportok, az izraeli csoportok is holnap csatlakoznak hozzánk, és körülbelül 1500 ember Izraelből. És a tévénézők, ők is csatlakoznak hozzánk, ők is, akik a tévén néztek eddig minket, ez körülbelül 2000 ember, 1200 ember, és én azt hiszem, hogy velük együtt egy nagyon komoly mennyiségű ember lesz, de a lényeg az, hogy mindenki, aki csatlakozik hozzánk holnap, ők nem mentek keresztül mindazon, amin mi keresztül mentünk, tehát amin itt ezen a két napra az keret. És az izraeli csoport, bár ők minden reggel tanulnak, és itt vannak a sabatok során is, délről, északról, mindenhonnan jönnek, vagy különböző csoportok, mindenhonnan, bárhonnan is jönnek, mindenek ellenére mindaz, amin ti keresztül mentetek az elmúlt két nap során, ők nem mentek keresztül, tehát az izraeli csoportok nem mentek ezen keresztül. Ez egy nagyon-nagyon komoly anyag, amin keresztül mentünk. Csöndbe legyetek, mennyire ez. Csukjátok be az ajtót, mondja Rav. Oké, mindenki üljön le, ne mozogjunk. No. Bikák. Mondja Rav. Tehát valahogy nagyon egyetlen egységes csoportként segítenünk kell az izraelieket is, hogy ehhez kapcsolódhassanak. Tehát holnap, amikor együtt leszünk velük ott, ahogy kidolgozzuk ezt a kongresszust, és szépen kibontjuk azt, elkezdjük, segítetetnek kell engem, nektek kell segítenetek engem abban, hogy segítsük az izraelieket, hogy a tónusát a kongresszusnak, az inspirációt, a közeliséget, a melegséget, tehát ezt nekünk kell nyújtani azoknak, akik nem mentek keresztül ezen a két napon. Tehát, hogy közöttünk megjelenjen, megtörténjen, mikor emelkedünk, zuhanunk, nagyon nehéz ugye megtartani ezt a sebességet állandóan zuhanások nélkül. De mégis nekünk valahogy befolyásolnunk kell, ki kell sugároznunk azt, amit megkaptunk az első két nap, előző két nap alatt, át kell sugároznunk feléjük a közelséget, a megértést, mindazt, amin keresztül mentünk együtt. Tehát, hogy a kongresszus hatékonyabb legyen, és hogy gyorsabban elérjük ugyanazt a szintet együttesen. Ma kevés ember van csak itt, mivel mi nem jelentettük be ezt a napot korábban, mint egy tanulási izét, és nagyon sok ember, többiek ez alatt a nap alatt megszerveztek valamit maguk számára, tehát, hogy találkozzanak a szüleikkel, vagy a barátaikkal, tehát el kellett menniük, tehát ezért nagyon kevesen tudtak itt maradni, de most mi együtt vagyunk, és ezt az egy napot együtt töltjük. Tehát mit akartok csinálni, ezt kérdezi Rav. Én készen állok, hogy szórakoztassalak titeket, mondja Rav, szemtől szemben, én most csak titeket szórakoztatlak. Mint egy személyes show. Tehát van ez a tradíció, hogy amit általában csinálok, hogy engem föltesznek a színpadra, és akkor itt hagynak, amit mi csináljak. Föltettek a színpadra, és most itt hagytak. Tehát, mint általában mehetünk a kérdésekkel, vagy hogy workshopot csináljunk, vagy kérdések-válaszok, tehát mondjátok, hogy mit csináljunk. Beszélgethetünk, mit akartok csinálni?
Ez az első kérdés. Mit akartok csinálni? Mit szeretnénk ma csinálni? Oké, tehát döntsétek el, és akkor onnan kezdjük az egészet. Teljesen mindegy, hogy hányan vagyunk a körben, beszéltek meg a körön belül, az mindig egy teljes edényt képez. Tehát mit gondoltok, hogy mi a leghatékonyabb dolog, amit ma csinálhatnánk? Ezt kell megbeszélni. Tehát mit csináljunk ma? Mi a leghatékonyabb dolog, amit csinálunk kéne ma? Tehát Raff várja a javaslatokat. Raff mondta, egy egyszemélyes shot tart nekünk, amit kérünk, azt csinálja. Én azt hiszem, hogy kezdjük a napot a Zohárral, és fejezzük be a Zohárral. Tehát tanuljunk Zohárt az elején, és ezt tanuljunk Zohárt a végén is, hogy jobban érezzük a Zohárt, és hogy ez a kongresszus, ez hogyan, milyen különleges lesz, hogy majdnem 2000 ember tanulja a Zohárt, ami korábban soha nem történt meg. Én azt hiszem, hogy ma mondja a következő, mi összefoglalhatjuk az összes állapotot, amin keresztül mentünk, amit átéltünk az elmúlt napok során, hogy érezzük a fontosságát annak, amit csinálunk, hogy mi a mi célunk, és hogy megvalósítsuk azt, hogy a célunk az, hogy terjesszünk a világnak, hogy a világra hozzuk a korrekciót, és ez a célunk. És hogy ez egy hatalmas terhet tegyen ránk egy egyre nagyobb felelősséggel, egy elkötelezettséggel, hogy ahogy mi elértük az állapotot, ezt képesek vagyunk bevinni a Zohár kongresszusra. Következő, én még szeretném, ugye mi a teremtő munkásai vagyunk úgymond, vagy a teremtő serege, tehát mint hogyha csiszolnánk, vagy kifinomítanánk valamit, hogy egy ragyogó valamit adhassunk át, és nekünk szükségünk van erre a hajtóerőre, erre a lelkesedésre, és aminek a segítségével mi képesek leszünk ezt csiszolni és egy ideális formába hozni. A résztvevők számára meg kell értsük magunk számára. De meg kell kérdeznünk Rafftól, meg magunktól, Tehát, hogy dolgozzunk, vagy visszanézzünk, hogy most már jól nézek ki, vagy nem akar tovább finomítsuk, mint egy festőművész, aki nézi a képét, bár ezt ugye nehéz nagy mennyiségű emberrel csinálni. Még az előző este is éreztem, hogy én kabalát akarok, én még egy kicsit több kabalát akarok. Úgy éreztem, hogy megvan ez a szükségem tegnap este, hogy ezt a folyamot folytassuk, mint hogy még tovább folytassuk, hogy mindenfajta súlyokat tesz, mint a halász a hálójára. Én úgy érzem, hogy nincs semmi más, mint a Zohár könyve, ami ezt jobban meg tudja csinálni, hogy ezt egyre felemeljük, ezt a folyamat. Esetleg ez egy félreértett érzés, de én Zohárt akarom. Nem tudom miért, csak akarom a Zohárt, hogy még többet tanuljak arról, hogy érezzem, hogy miről szól le, hogy miért lépünk be ebbe az állapotba, de hogy ezt a témát állandóan tartsuk magunk körül. Tehát én beleegyezek ebbe a javaslatba, hogy kezdjük a Zohárral és fejezzük be a Zohárral a mai napot. Én nem leszek túl eredeti, de én egyszerűen csak egy leckét szeretnék workshopként, ahogy eddig, hogy egy lecke workshop legyen. Azt hiszem, hogy a téma az nem fontos, hogy ez miről szól, vagy a tízféle tanulmánya, vagy a Zohár, de hogy legyen egy lecke, ami workshop formájában történik. Tehát a lecke a workshop formájában. És hogy a workshopból mi felemelkedjünk ezzel a felfújott kerékkel, ami a mentőövvel, ami ugye most átmentünk a Málnáról a mentőövre, ami felemel minket a víz felszínére. Mi más adhatna nekünk egy érzés, mint egy ilyen workshop, kérdezik. Következő.
amit átéltünk az elmúlt napok során, ez annak eredménye, hogy mindannyian arra aspirálunk, hogy kilépjünk magunkra, és az egyetlen dolog, ami segíthet minket, ez a workshop, és mindenki megpróbálja meghallgatni a másikat, mindenki megpróbálja többeket érzékelni a teremtőként, és valóban, mint mindenki mással, én ezt a szintiszta vizet, ezt az élet forrását akarom a legtisztább formájában. És 10 fél a tanulmánya, vagy a Zohar, teljesen mindegy, hogy mi a téma, ezek kiegyensúlyozzák egymást, de hogy a workshop formában a 10 fél a tanulmánya, az nagyon, nagyon élő, már vibrál, a Zohar pedig nagyon tiszta, mint a szintiszta víz, és ezek a rendszerek, amelyek segítik egymást, kiegyensúlyozzák egymást, hogy felfedjék az egészet számunkra, amit általában nem vagyunk képesek felfedni. Tehát nekünk keresztül kell mennünk mindegyiken a workshop formában. El kell olvassuk őket, és megbeszélni őket. Olvassuk őket, és megbeszéljük őket. Oké. Tehát akkor mit döntöttetek? Mi a legjobb számotokra? Oké. Nők, kezdjétek ti. Csak kiabáljátok onnan, ahol vettek. Tehát várjuk a nők válaszát. Mi azt szeretnénk, hogy határozz meg, hogy mi a legfontosabb számunkra a jelenlegi állapotunkban. Te mondd meg nekünk, hogy mi az, amit tudnunk kell, a jelenlegi állapotunknak megfelelően. És akkor csinálunk egy workshopot, és megbeszéljük azokat a kérdéseket, amiket te javasolj, hogy mi megbeszéljük. Tehát először is beszéljünk a témáról, és utána legyenek kérdések és egy workshop. Oké. Beszéljetek, Kraft kérdezi. Ők tanulni akarnak, ő leckét akar. Oké. Másik az leckét akar, hölgyek. Workshopot akarnak, valaki más leckét akar. És utána a kérdések és válaszok. Tehát egyre már három. Mit tanuljunk? 10 fél a tanulmányát, vagy mit tanuljunk? Igen, 10 fél a tanulmányát. De kabalat akartok, vagy a Zohar bevezetőjét akarjátok? 10 fél tanulmányon a Zohar bevezetője, mit akartok? Tehát a bevezető a Zoharra, vagy a 10 fél tanulmányon, mit akartok, mondja Röv? Várjatok egy pillanatra. A bevezető a Zoharhoz, vagy a Zohar bevezetője, melyiket? Vagy a Zohar könyvéből, tehát a Zohar bevezetője, tehát az, ami megvan nekünk magyarul, ezt akarják? Igen, oké, azt mondják, oké, mondja Röv, oké. Tehát ki az, aki beszél? A mi körünkben mindenki Samátit akar olvasni, a Samáti egyest, és csináljunk egy workshopot, és utána kérdések, válaszok, mi nagyon ezt akarjuk. Tehát a Samáti egyesről szeretnének egy olvasást és workshopot. Következő? A mi körünkben mi szeretnénk a célt megtalálni, és utána workshop kérdésekkel válaszokkal. Oké, akkor lesz még majd második lecke is, mondja Röv. Oké, nekünk más véleményünk volt, néhányan szerettek volna kérdéseket, mások workshopot akartak, és a harmadik pedig workshop, és utána kérdések, válaszok. Oké, nagyszerű, következő, gyorsan. A mi csoportunkban volt egy kérdés, hogy beszélj az életedről, mert hogy Raf beszél az életéről. Na, erre nincs elég időnk arra, hogy erről beszéljek, mondjam. Nem lesz egész napunk erre. Mi nem leszünk képesek ezt megtenni egy nap alatt. A körünkben úgy döntöttünk, hogy nekünk nagyon szükségünk van egy cikkre, utána workshop a cikkre, és utána kérdések, válaszok. Mi szeretnénk konszolidálni mindazt, amit elértünk az előző napon, és hogy hogyan tudjuk azt átadni az embereknek esetleg holnap. Tehát, hogy ez irányítsa minket ebben. Raf. Még egyszer. Tehát akkor mi legyen a téma, hogy holnap hogyan viszonyuljunk az emberekhez annak érdekében, hogy átadhassuk nekik azt, amit megtanultunk. Oké.
RAV nagyon sok korporális cselekedetet végeztünk ez alatt a pár nap alatt. Mik a spirituális cselekedetek, amelyeket tennünk kell annak érdekében, hogy ez egy hatalmas lehetőség legyen, hogy a fény, a reformáló fény megjelenjen. Tehát az előző napokban nagyon sok fizikai cselekedetet végeztünk, tehát milyen spirituális cselekedetre van szükség, hogy a fény az megjelenjen, a reformáló fény végre megjelenjen. Rav bólintott. A mi körünk úgy döntött, hogy nekünk workshopokra van szükségünk annak érdekében, hogy a helyes kérdéseket, válaszokat helyesen meg tudjuk beszélni. Oké, mondja Rav. A mi körünk úgy döntött, hogy nekünk szükségünk van a workshopra azon, hogy mit hozhatunk a kongresszusra. Oké, következő. A mi csoportunk úgy döntött, hogy mi valóban támogatni akarjuk a barátokat, akik elmentek, hogy megépítsék a kongresszust, és hogy végezzék a munkát, és akik a... Tehát, hogy a legjobb módja annak, hogy workshopot csináljunk, és a workshop során meg szeretnénk vizsgálni, hogy mi csoportunk szerepe abban, hogy segítsük őket. Tehát az alkongresszus során hogyan tudjuk segíteni, hogy a kongresszus sikeres legyen, hogyan tudjuk segíteni azokat, akik ott vannak a helyszínen. Következő, mi szeretnénk kipróbálni egy új formát a leckén, amikor egy mondatot olvasunk az eredeti forrásokból, akkor Rab kommentál ezen, és akkor utána megbeszéljük, hogy Balaszula mit akart, vagy Rabas mit akart nekünk elmondani ezzel az egy mondattal, vagy idézettel, ezekkel a szavakkal, és akkor utána workshopot csinálunk ezen, és akkor kérdések, válaszok. Igen, ez érdekes, mondja Rab. Következő. Jó estét, Rav! A mi csoportunkban azt mondtuk, hogy beszéljünk, ja, bocsánat, egyébként várom, hogy fordítsák. A mi csoportunkban úgy döntöttünk, hogy legyen egy kis zohár, és utána egy workshop, és utána kérdések, válaszok. És a legfontosabb az a workshop annak érdekében, hogy felkészüljünk az OR kongresszusra. Tehát a hölgyeknek a workshop a legfontosabb. Gracias. Most úriemberek, mi úgy döntöttünk a körben, hogy általánosságban a workshop, tehát egyrészt, hogy csináljunk egy workshopot, hogy egyesüljünk, mivel érezzük, hogy ez egyre könnyebbé válik, de ugyanakkor ez a legnehezebb, és utána kérdések, válaszok, és utána beszéljünk erről, esetleg magunkból, aztán legyen egy dal, azt teljes jövetelő, miért nem volt még? De már volt, mondd, volt teljes jövetelő, mondja le, nem? Igen, csak hogy folytassuk tovább. Oké, beleegyezek, mondja le. A véleményünk az, hogy kétharmad az workshopot akart, egyharmad az kérdéseket, válaszokat, tehát mivel ez egy integrált mondás, akkor kapcsoljuk össze ez a kettőt, tehát legyen, tehát játsszuk az integrált játékokat, tehát csináljuk a következőt. Valakinek van egy kérdése, valaki kérdez egy kérdést, és akkor Ravel dönti, hogy ő válaszol meg, vagy pedig workshopot csinálunk belőle. Oké, mondja Rav, tehát hogy az emberek kérdését válaszolhatjuk meg a workshopon. Vagy megválaszolja Rav, vagy mi csinálunk workshopot belőle. Tehát, hogy kérdések, válaszok a Zohar könyvére alapozva, és hogy ez a kongresszus, ez hogyan vezet egy ilyen állapothoz, ahol most vagyunk, az Araba és integrál oktatás kongresszus után. A mi csoportunk úgy döntött, hogy mi szeretnénk egy leckét a Zoháron, Raftól,
bármilyen cikket a teremtő válasz ki, azáltal, hogy vakon kinyitja a könyvet, és elteszi az ujját, és azon legyen egy lecke. Ráv feltette az ujját, kinyitja a könyvet, és rámutatott egy cikre. Egyes ellentmondásban egy csodálatos lehetőség rejlik, hogy érezzük a teremtő elérését. Kifejezetten az ellentmondásokban. Ez lehet egy egyszerű ellentmondás, mint a fáradtság és izgatottság egy időben, taszítás és vonzódás. Tehát minden egyes ellentmondás arra vezet, hogy felfedezzük a teremtőt. Megértés vagy a megértés hiánya. Gyűlölet és szeretet. Olyan dolgok, amelyek minket ketté szakítanak. Tehát bármilyen érzés semmi, mint hogyha ketté szakítanak minket. És azok, akik kiérdemelték ezt, azok kiérdemelik azt, hogy elérjék ezt az ellentmondást. Hogy a sötétséget fényé változtassák, a keserűséget édességé változtassák. Tehát mindezek az erők, a szétválasztás erői, amelyek azt okozzák, hogy a elme ez elködösödjön, és a szív ketté szakadjon, azok a kapuvá váljanak, hogy elérjük a felső világot, és akkor a sötétség hatalmas fényé válik, és a keserűség az édességé válik. Tehát amekkora mértékben az összes megközelítés a felső iránytás felevezet, ahol a szétválasztás erői megjelennek, azokat átváltoztatjuk az egység erőivé. És akkor azok elkezdenek az összes erőt az érdemek irányába mozdítani. Tehát most minden egyes erő, amit felhasználunk, mint az igazság kapujaként, amin keresztül megyünk, és akkor a teremtőt megkapjuk, és látjuk, hogy ő boldogságot akart adni nekünk. Tehát ez a jelentése annak, hogy az igaz, az keresztül megy a kapun, tehát az ellentmondások ellenére. Tehát ezek a kapok pontosan az ellentmondásokból jelennek meg, amikor ezeknek az ellentmondásoknak az ellenére mi mégis készen állunk arra, hogy tovább menjünk, hogy keresztül menjünk azon. Mint például ma fölkeltünk, nagyon sokan valami fajta fáradtságot érzett, vagy valami álmosságot, vagy valami ürességet érezték, mint hogyha elment volna a kedvünk. De a valóságban mindaz, ami történik, az az üresség, ez egy valódi üresség, amely összegyűlik, ami megjelenik bennünk, hogy mi meg kell teltsük ezt a teremtő hatalmasságával, ezt az ürességet, és ez szándékosan történik így. Nincsen olyan dolog, hogy diszillúzió, vagy illúzió elvesztése, vagy fáradtság, vagy megértés hiánya, vagy kétségbeesés, nincsen üresség, depresszió, gyengesség, lazulás, ez mind ki lett váltva bennünk a teremtő által egyetlen okból, hogy mi továbbiakban is egyre inkább megtöltsük ezt az egyre nagyobb ürességet a teremtő hatalmasságával, és csak is ennek okából kapjuk ezeket a negatív érzéseket. Ezt meg kell tanuljuk, hogyan csináljuk, és akkor mi állandóan haladunk előre, haladunk tovább, előre, felemelve magunkat, mint ahogy ezzel a mentőövvel, ami a vízfelszínére emelkedik, ugye most a málna helyett a mentőövről beszélünk. Tehát ez az, oké. Tehát akkor most vannak még mások, akik szeretnének beszélni, akkor mit csinálunk? Akkor most tovább menjünk az oldalról, vagy mit csináljunk? Jó reggelt, mondja egy hölgy. A körünknek egy része az egy kicsit elfáradt a workshopoktól, és mi szeretnénk egy leckét, hogy halljuk Ravot, hogy a Ravot hallgassuk. Nagyon szeretnénk a Rav hangját, hogy ez úgymond, mint egy kenőcs, egy kicsit meggyógyítson minket, mert elfáradtunk a workshopoktól, mondja a hölgy. Tehát adjatok nekem egy témát, igazából teljesen mindegy, milyen témát. Adjatok nekem egy témát, és akkor esetleg üljünk csoportokban, hogyha nem akartok workshopot. Oké, csináljunk egy félórás workshopot mindenek ellenére. Kezdjünk egy félórás workshoppal. Oké, tehát kezdünk egy félórás workshoppal.
Tehát, mint mondtam, a kérdéseket lefordítom, de utána elszaladok, és amikor Rav jön megint, akkor visszaszaladok. A mikrofon nyitva hagyom nektek, tehát tudtok egymás között beszélni. Már akik nincsenek Izraelben. Oké, tehát találtam valami érdekes Rabastól, valami érdekeset, mondja Rav. Egy ember a kegyelemért könyörög saját maga számára, ebben, hogy kegyelemért könyörög maga számára, ez belép a megszerzés rendi vágyában. Tehát akkor valaki kegyelmet költ a saját maga számára, akkor csak saját magára gondol, és minél inkább saját magáért imádkozik, és minél inkább megpróbálja a teremtőt befolyásolni valamilyen módon, hogy a saját állapotát javítsa, nem csak, hogy nem kerül közelebb a teremtőhöz, hanem egyre távolabb kerül a teremtőtől azáltal, hogy maga számára kér. És akkor még nagyobb-nagyobb egót ébreszt fel saját magában. Tehát amikor csak magunkra gondolunk, amikor csak magunkért kérünk, az összes gondolatunk a teremtőhöz megy amúgy is, hiszen csak egy rendszerben vagyunk. Mi beépülünk ebben a rendszerben, mi nem vagyunk képesek valamit gondolni, vagy valamit csinálni, és dönteni valamit, ami nincs a rendszerben, hogy ezzel befolyásolom a rendszert, azzal meg nem rendben. Ilyen nincsen, mi a rendszerben vagyunk. Minden, amit csinálunk, minden, amit gondolunk, ez befolyásolja a rendszert. Az összes sejtem, az összes gondolatom, a testem összes sejtje, az összes gondolatom, az összes vágyam, a szívem, az mind a rendszer része. Még mielőtt egyáltalán tudom, hogy mire gondolok, és hogy mire vágyok, az mind csak is a rendszeren belül vagyok. Tehát már benne vagyunk a rendszerben, mi csak is a rendszerben létezünk. És ugyanez igaz minden egyes személyre, az összes ember a világban, és az összes kövületi növényi állati részei a természetnek. Csak is a számítás az más ránk vonatkozólag, mivel mi megkaptuk az esélyt arra, hogy befolyásoljuk a rendszert egy kiválasztott szabad módon. Tehát ezért a számítás az emberek eszemben másfajta. Tehát, hogyha a személy gondolata csak magára vonatkozik, akkor a rendszer visszareagál, de egy negatív módon. És hogyha én a saját magam számára imádkozom, magamért imádkozom, akkor akkor ez egy hatalmas és szörnyű negatív reakciót vált ki a rendszertől. Az egész rendszert egy hatalmas szörnyű reakciót vált ki, mivel az az egómnak a megmutatkozása, ami a legrosszabb egó, mert én csak a magam számára akarom, hogy a teremtő hozzám forduljon, nekem adjon valamit. Én azt akarom, hogy a teremtő a saját egoisztikus vágyamra reagáljon, ahelyett, hogy felhasználnám a lehetőséget, amit a teremtő megadott nekem, hogy korrigáljam magam és másoknak adjak. Tehát nagyon fontos, hogy nem magunkért imádkozunk. Ennél fogva nem csak, hogy nem befolyásolom a rendszert egy pozitív módon, hanem még messzebb kerülök a teremtőtől, és azt okozom, hogy egy sokkot kapok a rendszert, egy negatív reakciót kapok, és ez engem visszataszít, kilök, hanem még jobban visszazuhanok ezáltal. És akkor negatívan befolyásolom nem csak magamat, hanem az egész emberiséget, az egész rendszernek egy negatív reakciót okozok. Mindenkinek a fejlődését visszahúzom. Tehát abban a pillanatban, amikor a személy visszazuhan magába, és csak magára gondol, hogy én, a teremtő, a világ, az mind, mint hogy az én állapotom lenne fontos, a személynek állandóan, kezdettől fogva, úgy kell hangolnia magát, hogy a kapcsolatban legyen, hogy a berohanja megint a csoportba, a teremtő fel a csoporton és a világon keresztül, mert egyébként az univerzum rendszere egy negatív módon reagál rá. És először, ami megtörténik, hogy ő visszazuhan és egy negatív sokot kap, de ezzel az egész rendszert is károsítja. A legjobb módja annak is a legjobb megoldás erre, az egyetlen megoldás erre, hogy a személy állandóan
felébressze a hatását a csoporton keresztül. Nem léphetek ki a csoporton, Andan a csoport központja vagyok, ez a Tfilat Rabin, ez a többség imája. A London többség imája vagyok, hiszen én a többségért kérek, nem azért, mert sokan vagyunk, nem azt jelenti a többség imája, ez teljesen mindegy, hogy hány kell. Egy személy is imádkozz a többség imáját, mindaddig, amíg a többségért kér. Nem az a lényeg, hogy hányan imádkozunk, hanem hogy a többségért imádkozunk. Hogy mi ez a sokaság? Minimum két ember. Két ember az már egy csoport. És akkor a rendszerre való behatásom az egy pozitív behatás lesz. Egészen egy olyan állapotig, vagy addig a szintig, amikor már képes leszek olyan erősen kérni a többiek számára, mint hogyha saját magam számára kérnék, és akkor a teremtő megjelenik. Nézd, ez a szabály annyira csodálatosan egyszerű, szabály. Nem kérhetek a magam számára, csak mások számára. Még jobban, mint hogyha magam számára kérnék. És itt tovább. Tehát kezdődik a workshop. Oké. Tehát mi hogyan szabaduljunk meg attól a hajtó erőtől, hogy mindig a magunk számára kérjük. Hogyan szabaduljunk meg ettől, hogy állandóan sajnálkozunk, amikor megint magamban találom magam, hogy magamért kérek, hogy mindig a magamhoz fordulok. Tehát amikor megteszem, akkor állandóan a teremtőhöz fordulok, mint korábban, és amikor valami baj történik velem, akkor mindig, mint hogy a teremtőhöz fordulnék, azért, mert én nekem fáj valami. Hogyha boldog vagyok a múltomból, akkor is mindig a teremtőhöz fordulok a boldogságommal. Mi mindig a teremtőhöz fordulunk, vagy szígyük, hogy mindenfajta nehézséget adott nekem, vagy áldjuk őt, mert jót kaptunk tőle. Tehát ugye korábban mindig ez volt, hogy én személyesen a teremtőhöz fordulok. Hogyha én ráhangolom magam a csoportra, hogy csak a csoporton keresztül fordulok a teremtőhöz, vagy bármi máshoz, ebből az következik, hogy csak is ezen a hangoláson keresztül, ezen az eszközön keresztül tudok megszabadulni a helytelen analizálástól, hogy a múltamat, vagy a jelent helytelenül elemzem mindig csak a egyénemen keresztül, hogy állandóan magamért imádkozom, saját magamért kérek, a saját hasznomat akarom, vagy a családom számára, tehát ami közel van hozzám, a barátaim számára, mindegy, ami a közeli köröm. És ez az egyetlen módja, hogy bemegyek a csoport szűrőjén keresztül a csoportban, mindent kint hagyva, csak így tudom a helyes intenciót, szándékot, irányt felállítani, és nem távolodom el a rendszertől, mint hogyha állandóan benne maradnék a rendszerben, mint egy háló, ami, mint hogyha magam felé akarnám húzni a rendszert a magam irányában. Képzeljük el, hogy mindenki egy hálóban vagyunk, és mindenki a saját maga irányába akarja a hálót húzni, és szétszakítjuk a hálót. Hogyha én a többség imájban vagyok, akkor mindig abban maradok, mindig középen, és ez személyesen is megment engem, még egoisztikus módon is megment engem, és persze az egész rendszert segíti. Csak is az én, nekem köszönhetően akkor a rendszer is megfelelően halad előre. Tehát hogyan lehetünk erre képesek, hogy állandóan megmaradjunk ebben az egyetlen aspirációban, abban például kinyitom a szememet, már ebben vagyok, csak is ebben vagyok, hogy állandóan csak a többség imában, semmi más, mert egyébként az összes gondolatom, bármilyen vágyam az értelmemben, az én szívemben, az mind negatív lesz, mind eltávolít engem ettől. Hogyha ez az, ahogy haladunk előre, természetesen átélek majd zuhanásokat, emelkedéseket, meg negatív taszításokat, állandóan átélem majd ezeket, de akkor az már csak azért jelenik meg, hogy azonnal megtöltsem azokat még nagyobb előreadással, hogyha egyfolytában maradok a csoport központjában, akkor úgy élem át a taszításokat is, hogy már képes vagyok pozitívan felhasználni. Hogyha nem zuhanok ki, hanem felhasználom őket, hogy még gyorsabban haladjak előre, akkor mindezek a baloldalon jövő, úgymond felébredések a baloldalon, negatív hatások, azok mind hajtóerőként használnak, és felhasználtam őket, hogy még gyorsabban haladjak előre, mint hajtóerőként, hogy jobban megértsem, hol kell menjek, milyen módon az megadja nekem azt a stílust, a formát, amelyel képes vagyok tovább menni előre. A teremtő, mintha lögdösne engem, vagy egy kicsit a jobbról, vagy egy kicsit a balról, tehát gondolj erre, vagy vágyjál arra, mindig felébresz bennem újabb vágyakat, gondolatokat, de hogyha én helyesen haladok előre, akkor elkezdem érzékelni az ő instrukcióit, az ő instrukcióit. Ez az, ahogy elkezdjük majd ezt érzékelni. Értitek, amit mondok? Kérdeztetek kérdéseket akartok, ha nem? Ja, oké, kérdés. Nem tudom, hogy szükséges-e, de esetleg le tudnád fordítani, amit most mondtál, egy integrál nyelvre, hogy ezt lefordíthatjuk az integrál oktatás nyelvezetére, a kabala nyelvezete helyett?
Bocsánat, megállt az adásom. Oké, gyere ide, vedd ide a mikrofont, fordulj az emberekhez. Tehát egy pillanatra újraindítom egy alacsonyabb hullámhosszon, hogy ne akadjon meg, tehát egy pillanat türelmet. Tehát ez volt a kérdés, hogy le tudnánk-e fordítani az integrál nyelvezetre. Oké, visszajött az adás. Tehát, hogy ezt elmagyarázhatjuk a személynek, bármilyen személynek ezt a törvényt, ezt az alapelvet, hogy minden működik rajtunk, hogy minden össze vagyunk kapcsolatban a rendszerrel, tehát hogy ez valami, amivé kell válnunk annak érdekében, hogy helyes visszajelzést kapjunk a rendszertől. Raf? A feedbacken túl mindent lehet fordítani, tehát visszajelzés vagy feedback, azon túl mindent lehet fordítani. Igen. Tehát pozitív vagy negatív visszajelzés, oké. Tehát mondta Raf, hogy a feedbackon kívül minden mást le tudunk fordítani. Nagyon egyszerű. Hogyha mindannyian összekapcsolódunk egyként, egyetlen integrált rendszerben, egy analóg, globálisan analóg integrált rendszerben összekapcsolódunk, azaz az összes rendszer, minden rendszer teljesen össze van kapcsolódva egymással, ahol a belépések, kilépések az mind egy, ezek mind rövid záratlan, tehát nincsen késedelem a belépésen, kilépésen keresztül. Ahogy beléptünk a rendszerbe, adtunk egy szignált, egy jelt, és abban a pillanatban ez kiegyensúly, és az egész rendszer azonnal egy más állapotba kerül. A belépés és kilépés ez ugyanabban az időben történik, mint hogyha kiegyensúlyozza magát azonnal. Így működik egy analóg rendszer. Az egész rendszer megváltozik a jel hatására. Tehát az analóg rendszer az olyan, ami minden, ahol minden összekapcsolódik egymással, minden egyes egysége az analóg rendszernek össze van kapcsolva egymással. Tehát bármilyen jel lép be a rendszerbe, az befolyásol és átváltoztatja az egész rendszert. Minden egyes egység befolyásol az egész rendszert. Tehát ezért óriási felelősségünk a minden egyes gondolata, minden egyes szóval. Tehát ennél fogva a zuhanás emelkedés, amikor a spirituális értelemben beszélünk, az adakozás, a spirituális munka a rendszerben az ugye adakozásra alakul, tehát a spirituális rendszer az adakozáson alakul, spirituális az önmaga adakozás, nincs más. Tehát abban a pillanatban, hogy ez az egység, ez a rendszer, ez összekapcsolódik egy nagyobb adakozással, vagy egy kevesebb adakozással, akkor ez az egész rendszeren keresztül érződik abszolút minden egyes részében, azonnal érződik. És mindenki érzi ezt, mindenki érzi ezt. És mindenki érzi, mintha ez az egység közvetlenül hozzá lenne kapcsolódva, még akkor is, hogyha rengeteg más-más úton kapcsolaton megy keresztül, ezek a kapcsolatok, ezek vagy erősítenek, vagy tompítanak, vagy modifikálják, megváltoztatják a jelnek a tulajdonságát, de mindenek ellenére ez mindenkit befolyásol, az egész rendszer. Mondjuk azt, hogyha én a jobb vonalon vagyok, én nem lehetek közvetlenül befolyásolva a bal vonalon keresztül, hanem a malhuton keresztül kell menni, és utána felemelkedni a másik oldalon, de mégis a behatás ez elér engem, és egy helyes módon ér el. Én nem tudom, hogy hogyan fejezem ezt ki, még jobban ez nem egyszerű. De mi látjuk a példáját ennek a űrben, a fizikában, annak ellenére, hogy én távol vagyok tőled, mit tudom én, több milliónyi különböző blokkon vagy láncon keresztül, ezek a blokkok, láncok, ezek csak azért léteznek, hogy létrehozzák a helyes összeolvadás közöttünk, azok nem gyengítenek, nem szorítják meg, nem limitálják a kapcsolatot az összeolvadást, hanem egyszerűen mindegyikünket összeállít, pozícionál egy olyan helyzetben, hogy mi összekapcsolódjunk egy rövid zárlata, mint ahogy azt mondjuk, hogy az űrt, azt össze lehet kötni egymással, mint hogyha összehajtanánk egy lapot, tehát egyként összekapcsolódnak. Ez a geometriai képen múlik, hogyha mit alkalmazunk. Ez az, hogy működik, az egész rendszer így működik. A lényeg, amit akarok nektek mondani, hogyha a személy az ráhangolja magát, a csoporton keresztül hangolja magát, mindig a csoporton megy keresztül, akkor elkezd megkapni egy felébresztést az egész rendszerből, és akkor ezek a felébredések, ezek a befolyások mindig olyan harmonikusan vannak átadva neki, hogy az egyetlen, amit tennie kell, az, hogy odafigyeljen, hogy hallgasson. Mint egy újszülött, meghallgatja, hogy mi csinálunk vele. Mint akkor megérintjük, megmossuk, nem is tudja, hogy mi történik vele. Mint amikor egy újszülöttet megmosnak, ő hallgat, mert nem tudja, hogy mi történik. Valami történik, és odafigyel, láttátok ezt? Nagyon érdekes. Nagyon érdekes figyelni.
számára ez egy nagyon érdekes jelenség, a csecsemő számára nem érti meg, hogy mi történik vele, de oda figyel, mert valamit csinálnak vele, valami ilyesmi. Mindig érezzük, hogy a rendszer valamit csinál velünk, bár pontosan nem tudjuk, hogy mit. Egy olyan állapotban vagyunk, amikor csak érzékeljük a behatásokat rajtunk, és ezek irányítanak minket, segítenek minket, megformálnak minket, és mi egyszerűen csak együtt folyunk azzal, teljesen elengedem magunkat egy adakozásban a csoporton belül, teljesen belehelyezve magunkat a karjába. Ez egy teljesen tökéletes rendszer. Csak is a mi aspirációnk, hogy harmóniában legyünk a rendszerrel, ez az, ami mindent megtesz. Ezzel végzi az összes munkát. Egyszerűen fel kell adjuk magunkat és behelyezni magunkat a csoport ölébe. Semmilyen erőfeszítést nem kell tennünk, amikor ez már megtörtént. Egyszerűen éreznünk kell a helyes attitűdöt, és akkor már soha nem zuhanunk vissza, akkor soha nem megyünk visszafele, hanem a rendszer már automatikusan visz minket előre, mint egy folyó, amely szépen visz minket tovább, hogyha már a csónakban ülünk. És akkor már az nem követel semmi erőfeszítést tőlünk. Ez az érdekes dolog. Amikor beléptünk a rendszerben, akkor annak az integralitásával az már elkezd működni rajtunk, ez befolyásol minket, minden korrigálódik, kivéve én magam. Rajtam kívül minden korrigálódik, valahol ezt olvastunk is, nem? És akkor elkezdjük ezt felfedezni, és amikor mi belecsatlakozunk ebben a rendszerbe, mint hogyha rákapcsolódnánk a hálózatra, először iburként, embrióként, magzatként, aztán már a csecsopó állapotban, a Janik állapotában, aztán már a mohina, a felnőtt állapotában, hagat-habat, spiritus parcúfban, amikor elérjük végül a teljes 10 filát, amikor már teljesen kibomlunk, a teljes rendszerképesek vagyunk érezni. És már aktívan. És minden így van felépítve nekem, hogy megadjuk nekünk a lehetőséget, hogy átadjuk magunkat a rendszernek, hiszen a rendszer teljes harmóniában és korrigált állapotban van. Az egyetlen dolog, amit tennünk kell, hogy belefolyjunk a rendszerbe, feladjuk magunkat, mint ezen a mentőövön, ahogy azt mondjuk, hogy erre aspiráljunk, hogy egyszerűen behelyezem magam a csoportba, és megszűnök, és a csoport visz engem tovább, mint egy fadarabot, amit a folyó visz magával. Hogy megengedjük, hogy dolgozzon rajtunk, hogy én egyszerűen beleegyezek, feladom magamat. És akkor a felső fény egyszerűen hordoz minket. Keresztül meszünk az összes állapoton persze, mindenfajta emelkedéseken, zuhanásokon, de ez már olyan, mint egy hullámvasút, és én csak ülök ebben a vasútban. Érezzük, mint egy mozgást, mint valami elérés. Én nem vagyok képes elérni anélkül, hogy először lezuhannék, és aztán felemelkedek. Nem érhetek el valamit az egyiket a másik nélkül, ez mintesen nyilvánvaló. Engem rángatnak jobbra-balra, emelnek, sűjesztenek, de mindez a rázkódás, ez mind az alapja már a haszadinnak, a kegyelemnek, amit érzünk. Következő kérdés. Oké, köszönjük szépen. Köszönjük ezért a nagyon jól leért állapotért. Tehát van egy nagyon nyilvánvaló kérdésem. Mi a jó az embereknek? Oké, még egyszer. Tehát Raf, köszönjük szépen ezért a nagyon precíz képért, amit megkaptunk. De mondd meg nekünk, mi az, ami jó az embereknek? Tehát egy példa. Én nem megyek az emberekhez, tehát mi az, amit akarok annak érdekében, hogy megtörténjen velük? Mit akarok az emberek számára? Ők azt mondják nekünk, hogy mi a vágyuk, de mi az, ami jó számukra, hogy az én találkozom segítségével felfedjék a teremtőt, felfedjék ezt a rendszert, vagy kisebb... Tehát mi az, amit szeretnénk a számukra? Mert ugye valamire vágynak, de nem biztos, hogy az, amire vágynak, az jó. Tehát mi az, ami valójában jó nekik? Hogyha több pénzük van, vagy mit tudom én... Vagy hogy jobb kölcsönt kapjanak a banktól, nem ezt akarnak, jobb életet akarnak, ők nagyobb egészséget szeretnének a maguk számára, a szeretetteik számára, az emberek számára, a nemzet számára, a világ számára, ez amit akarnak, egy jobb életet. Mindennyel egymástól függünk manapság tehát. Ez nem egyszerűen a mortgage, a bank kölcsön, amit akarnak. Hát bármilyen érzés, vagy döntés, amit éreznek, az lehet másképpen, más szemszögből. Ez mind teljesen nyilvánvaló, de mi erről beszélgetünk mondjuk az elmúlt két nap alatt, ezelőtt a tréning alatt, nem tudom, hogy erről beszélünk-e.
szeretném hozzátenni, hogy ez az ember ezzel már professzionálisan a integrál oktatásban dolgozik, és hatalmas tapasztalata van, és nagyon sok kérdése van ezzel kapcsolatban, mondja. Tehát az emberek hajlandóak, hogy megnyitják magukat, eljöjjenek hozzánk, és a személy nem képes bemaradni a rendszerben, mint hogyha a workshopnak az ajtaján túl mit csináljon. Tehát a társadalom nem képes fenntartani őt. Tehát én szeretném, hogy eljussunk egy olyanba, nem is, hogy megoldjuk a problémáikat, hanem olyan helyzetekben, ahol a problémának van már egy megoldás. És szeretnék neki egy magabiztosságot, nyugalmat adni, hogy minden az apja és az anyja karjaiban van, tehát hogy minden ugye teremtőn múlik, tehát hogy valami ilyesmi. Tehát a teremtő irányítását érezzük. Tehát mondjuk azt, hogy én megyek a Denisszel. Tehát milyen különleges gondolatokkal kell menni, ez egy ima, nem? Tehát hogy mit kívánunk nekik? Ez nem az, hogy én remélem, hogy megoldják a problémákat, hanem mire kell gondoljak annak érdekében, mire kell gondoljak, hogy az emberek őszintén mit kapjanak? Nem tudom. Tehát, mint hogyha szét lennék szakadva a kezőt, hogy a vágyaikat teljesítsem, vagy hogy elhozzam őket a teremtőhöz. Tehát mi ez a első frázis? Tehát a integrál oktatás. A 99%-ot el kell hozzuk a teremtő felfedésére. Ez volt az első frázis, amit mondtak. De ez már a végcél, mondja Rev, ez a végén történik meg, mondja Rev. Ez nyilvánvaló. Oké, tehát akkor mire gondolják? Mi az én imám? Hogy őt egy egyensúly állapotába hozzam. Tehát, hogy minden egyes pillanatban, minden egyes ponton, minden egyes állapotban egyensúlyban legyenek. Tehát egy egyensúlyt akarok az emberek számára, az adott állapotuknak megfelelően. Oké. Nem, ez nem oké, mondja Rev, ez nem oké. Miért ez a hagyadapot? Nézd meg az embereket, akik ott állnak sorban, hogy kérdezzenek. Vanya, ne turcáskodjál, oké? Tehát fél percet van, akkor még mondjál, tisztázod. Oké, tehát ugye azt mondtuk korábban, hogy, vagy Ilona hozzátette, tehát szeretném megérteni, hogy azt mondtuk, hogy mi a csoporton keresztül kell, hogy belépjünk a rendszerbe, a csoporton keresztül, de ezt hogyan magyarázhatjuk el, vagy hogyan adhatjuk meg nekik ezt az érzést, ezt a szükséget, ezt a vágyat, azt a haladást a tömegek felett. Én nem beszélek most a tömegekről, most ne keverjétek az egyiket a másikkal, ne zavarjátok össze. Jó, nem. Ezt nem lehet a kettőt összekeverni, ez nem nekik szólt, ez nem nekik. Én hozzátok beszéltem most, amikor felkelsz reggel, azonnal hozzá kell kapcsolni a csoporthoz, mindent a csoporton keresztül, minden eseményen keresztül, minden cselekedet, hogy sikeres legyen, csak is a csoporton keresztül. Ennyi. De ezt hozzátok beszéltem. Én neked adtam az irányt, hogy hogyan éljük az életünket a nap 24 órában. Ezt mondtam nektek. Hogyha mindez erre csak gondolsz, hogyha ez a teljes vágyat, hogy minden a csoporton keresztül menjen, akkor eljutunk a harmónia és az egyensúly állapotába, és minden jó lesz, és hogyha nem, akkor ez az, hogy ennek lennie kell. És akkor egyszerűen még nem látod, hogy ez egy egyensúly, akkor még nem érted ezt. Ez azt jelenti, hogy egy olyan ponton vagy, ami kiszakított téged az egyensúly, hogy csak is a csoport központjában kapod meg az egyensúlyt. Ez az, ahogy pozícionálod magad reggeltől estig, megállás nélkül, és oda ragadsz, teljesen mindegy, hogy hol vagy. A munkahelyeden, vagy bármilyen egyéni problémád van. Állandóan csak is ilyen módon oldod meg. Én ezt a személyes formulát adom neked. És neked állandóan meg kell tartanod ezt, mindig magaddal kell tartsod ezt egy egyéni formulát. Mert egyébként az összes vágyat, teljesen mindegy, hogy milyen gondolatod van, vagy milyen vágyad van, teljesen mindegy, milyen cselekedet, az csak is jobban kiszakít téged a teremtés céljából. És akkor csak rosszabbá válik minden, ennyi. Semmi értelme egyetlen erről beszélni, ez az egyik. A másik, én ezt nektek mondom, tehát most a kabbala tanulóknak, nem pedig valami külső tömegeknek, tehát amit most hallottok tőlem, az nektek szól. Abban a pillanatban, hogy már a tömegekből csoportot készítetek, és egy időszak után, amikor már hozzászoktak, amikor már leckék voltak, és elmagyarázzátok nekik, hogy mi a csoport, és hogy a csoport miért hasonló a spirituális rendszerhez, amikor már elmagyaráztátok mindezt nekik, akkor már átadhatjátok nekik ezt az ötletet, átadhatjátok nekik ezt a szabályt, majd akkor, amikor már létezik egy csoport belőlük. De ebben a pillanatban ez még nem létezik, ez még nem létezik, még nem rendelkezünk ezzel. Oké. Miért állnak ott azok a hősök, kérdezővel, akik a mikrofonnal állnak? Szeretném megkérdezni,
hogy amikor a csoportba becsapoljuk magunkat, tehát amikor dolgozom, az jó, tehát van valami inspiráció, amikor becsatolom magam a csoportot. Mondjuk azt, hogy tegnap a nap végén mi mindannyian a csoport központjában voltunk, mondjuk azt, de amikor reggel felkelünk, akkor honnan kapjuk meg ezt az erőt? Honnan kapjuk meg az erőt, amikor elaludtunk, vagy kizuhanunk, amikor megértjük, hogy megint a csoporton keresztül kell menni, hogy az összes gondolatunkat bekevezzük, honnan kapjuk meg az erőt? Honnan kapjuk meg az erőt? De nem csak, hogy elalszunk, hanem amikor kiszakadtunk, amikor teljesen kikerültünk ebből, honnan kapjuk az erőt, hogy visszatérjünk, amikor egy rossz hangulatunk van. Sehonnan nem kaphatod meg, tehát akkor mit csináljuk, mondja Srác? Raf mondja, sehonnan? Semmit nem tehetsz. Hogyha te azt mondod, hogy te már teljesen le lettél zárva, ki lettél kapcsolva, akkor ennyi, akkor ki lettél zárva, akkor kiszakadtál, akkor már nem tudom, mi történik, és nem tudok semmire gondolni, akkor nem érzek semmit. Nem az, hogy teljesen ki lettem zárva, vagy kiszakadtam, hanem szeretném megtenni, csak nincs meg az erőm. Akkor nincs már helye, honnan megkapod az erőt, mondja le, akkor már nincsen. Mi nagyon precíz állapotokról beszélünk. A természetben nincs ilyen dolog, hogy nekem nincs erőm, és honnan kapom az erőt. Akkor milyen kérdés ez? Akkor meghaltál? Valaki kívülről hallgatja ezt a kérdést, gondolod, hogy milyen őrült kérdés ez? Ha már elvesztetted az erődet, akkor honnan kaphatod meg? Akkor már sehonnan nem kaphatod meg az erőt. Vagy van erőd, vagy nincsen. Mit csinálsz, amikor nincsen erőd? Ez már egy másik kérdés. Ne az erőt kérdezed, hanem mit tehetsz? Okay, kérdezz azt, hogy mit tehetsz annak érdekében, hogy valaki erőt adjon nekem. Nem tudom. Én azt hiszem, hogy a legjobb megoldás, a legjobb eszköz, amivel rendelkezünk egyelőre, az egy környezet, az egy atmoszféra körülötted, amely képes téged felébreszteni, amely képes valahogy csinálni veled valamit, megragadni téged. Ez számomra mint egy alarm, egy felébresztő, vagy egy játék, egy valami lemezjátszó, ami valami fekete dalokat játszik nekem, ami automatikusan játszik nekem. És így tovább, és így tovább. Tehát, hogy kiépítek magam körül egy rendszert, vagy lehet a barátok, akik felhívnak engem újra, és kapcsolatban maradnak velem, és kérdezik, hogy mi van velem, oké, nem akarom megválaszolni a telefon, nem akarom felvenni a telefon, de előbb-utóbb mégiscsak felveszem, és akkor szépen kihúznak engem, csak is a környezet. Hogyha nincs semmi körülöttem, akkor mi lehet? Csak is a környezet, amit kiépítek magam körül. Vagy én, vagy a világ, ha nem, akkor a világ. Van valami más megoldásod, akkor szeretném hallani. Oké, tehát mondjuk azt, hogy tegnap inspiráltok egymást, összekapcsolódtunk, tehát tegnap milyen jól éreztük magunkat, de most egy olyan környezet vesz körül, ami egy kicsit álmos, ami nem ezt csinálja. Oké, tehát ez az, amiről beszéltem 15 perccel ezelőtt, az ürességről beszéltem. Mit mondtam erről, hogy mit csináljunk az ürességgel, hogy mit csináljunk, mivel töltsük meg az ürességet? Töltsük meg a fontossággal, a célfontossággal, a teremtő fontossággal. Igen, mondja le, tehát, akkor amivel most rendelkezel, ez az üresség, amit érzel, egy kicsit elnyugodtunk, lepihentünk, igazából nem akarjuk csinálni, már nem hallom őket, mint hogyha valami ködben lennénk, a fejemben, a szívemben, de nem vagyok már olyan izgatott, mint tegnap, nem is emlékszem igazából, hogy mi történt tegnap, mint hogyha már elment volna. Ez most meg kell, hogy teljen a teremtő és a csoport nagyságával. Na, honnan kaphatom ezt meg? Hogyha, mit tudom én, azt mondják nekem, hogy ezt mechanikusan csináljon, vagy hogy, mint hogyha $100 megveszem ezt a zsebemben, akkor fizetnék érte. De én képtelen vagyok bármit tenni, nem vagyok képes más, mint egy mechanikus cselekedetet csinálni, hogy valamit fizessek. Tehát akkor mit csinálhatok? Ez az, ahol ez az a teszt. Mennyire vagy összekapcsolódva a csoporttal? Hogy mennyire sikeresen kapcsolódsz a csoporthoz, mielőtt ez megtörténik? Hogy van, elkötelezted magad valamilyen módon, vagy sem? Amikor én egy ilyen állapotban vagyok, akkor lázam van, rosszul érzem magam, és gyerekek kiabál a másik szobával, akkor fölkelek, vagy nem?
Persze, hogy felkerek, oda megyek hozzá, igen. Megteszem, amit meg kell tennem a síró gyereke, persze. Visszatérek az érzékeimhez, persze. Ez az, ahogy történik. Mi más késztetett téged arra, hogy kikerjél a nehéz állapotodból, hogy elkötelezted magad, te rázártad magad a csoporttal, az elkötelezettségeddel, te elkötelezted magad a csoporthoz. Neked fel kell kelned, a konyhába kell menned, kaját kell cseréljél, ki kell cseréljed a pelenkát, van elkötelezettséged vagy sem? Felkelsz reggel, és ahogy te fölkelsz, hogy kötelezve vagy arra, hogy elmennyire leckére oda mész, még akkor is, hogyha átkozod őket, átkozol mindent a világban, még akkor is, hogyha elaludtál, ahogy sétálsz, mégis a segedetet székre kell tegyed, és ott kell tartsad magad. Nagyon komoly vagyok. Ez az egyetlen dolog, amit magam is átértem. Ez az, amit kell tenni. El kell kötelezned magad. Másképpen nem működik. Semmi nem történik enélkül, hogy elköteleznéd magad. Az orvos azt mondta, hogy vágnod kell, vágni kell. Ismered, nem? Le kell vágni, akkor le kell vágni. És ugyanezt történik a csoporttal. Vajon a csoport visszarángat engem a fülemnél fogva, az orromnál fogva, vagy más? Vagy kihúznak engem ebből a mocsárból, vagy sem? El vannak kötelezve, mert eladtam magam a csoportnak. Bementem egy szövetségben, aláírtam a szövetséget. Miért vagyunk együtt? Csak is ezért vagyunk együtt, ahogy az írva van. Hogy a személy nem képes magát kimenekíteni a börtönből, csak a csoport képes kimenekíteni, csak is a környezet. A környezet ereje. Hányszor olvasunk ezen? Hányszor olvasunk erről? Rengeteget olvasunk erről. Nekem el kell köteleznem magam a csoporthoz, mintha saját gyerekemhez kötelezném magam, nekem föl kell kelnem, és segítenem kell őt, gondoskodnom kell róla, és a csoport ugyanígy gondoskodni kell, hogy rólam. Még akkor is, hogyha én eltűntem. Mégis szükség van az, hogy a csoport utánam nyúljon, és gondoskodjon rólam. Valami történt a gyerekkel. Egy gyerek az csöndben maradt, nem hallom a hangját, akkor valami történt vele, vagy ezzel a baráttal, vagy ezzel a baráttal. Az, mint ahogy a szülők reagálnak, amikor a gyerek hirtelen elnémult, a csoportnak ugyanígy reagálni kell minden egyes barátra. Hogyha nem építettem meg ezt a fajta viszonyt magam és a csoport között, akkor semmi nem történik meg. Mivel az összes állapotok, amit átélünk, csak ez az egyetlen okunk, hogy megerősítsük a kapcsolatot egymás között. Raf, mire várjak? Én ide jöttem, itt ülök, tehát mire várjak? Milyen fontosságra várjak, hogy a teremtő megjelenjen? Ez az, hogy azt mondják nekem, hogy csináljam, leültem, oké. Te ide jöttél és alszol. Nem, nagyon komoly vagyok. Te itt alszol. A legfontosabb dolog az, hogy közöttük vagy, aludják közöttük, de akkor is legalább itt vagy. Ezt mondta Ravas is, nem kell felébreszteni, de itt vagy. És én hozzászoktam, emberek alszanak. Hozzászoktam. Először azt gondoltam, hogy oké, esetleg csinálni kell valamit, nem. Legalább itt van. Voltak olyan emberek, és még most is van ilyen emberünk. Itt is vannak ilyen emberek. De én nagyra értékelem őket, semmivel nem kevésbé másokat. Ide jön és ezt csinálja, elalszik, de ide jön és itt alszik, nem otthon alszik, 3 órát alszik reggel. De legalább itt van közöttünk. Igen. De fölkelt, felöltözött és ide jött. Eljön. És Ravas ugyanaz volt. Mindig voltak a csoportban olyanok, akik odajöttek, nem tudom, hogy a hívjam őket. Ez az, hogy ők jelen vannak, alszanak. És én alszom, ez nem zavar engem semmilyen módon. Én úgy tekintem őt, mint bármelyik másik tanítványomat. De én nem akarok ide jönni, hogy aludni. Én ide akarok jönni, hogy várok valamire. Én akarok valamit, el akarok élni valamit. Nem akarok aludni jönni. Először is már örülnöd kell azért, hogy elfoglaltad a helyedet a barátok között. Ez már egy hatalmas dolog, hogy jössz és elfoglalod magad. Én jövök, és én elfoglalom a helyemet, a saját helyemet, nem másnak a helyét, ez ideális, mint hogyha valakinek meg lenne a saját helye. És ez ott van, ez az én helyem, az én székem, és akkor ettől kezdve elkezdődik a munka, dalok, workshop, lecke, mit tudom én, lehet, hogy a leckék a kongresszus után mind workshop formában lesznek, a tízféle tanulmánya, a Zohar könyve, a cikkek, mivel a beszélgetések azok segítenek abban, hogy kivonjuk a szeméből valami többet, mint valami normális. Hát, én nem tudom, hogy mit csinálják, menjünk tovább ezzel a kérdések válaszokkal. Nők, beleegyeztek ebben? Én szeretném megköszönni mindenkinek,
hogy ez a némességért, vagy a figyelemért, vagy a kérdésekért. És a workshopok megadják nekünk a lehetőséget, hogy meghallgassunk másokat, mint saját magunkat. Én érzem, hogy teljesen más állapotban vagyok. Én nem tudom elfogadni mindenkinek a kérdését, hogy mások kérdése lenne, mindenkinek a kérdését, úgy érzem, hogy a saját kérdésem. Tehát köszönöm szépen. Tapsoljuk meg egymást. Tehát szeretnék kérdezni erről, hogy összekapcsolunk ezzel a cseppel, ezzel az egyesült térrel, ahol mindannyian egyé válunk Aravában. Ugye felemeltük a többség imáját, vissza kell térjünk ebbe az állapotba, és most úgy tűnik, esetleg nem a többség imája, hanem a közös ima. A közös ima jobb lenne. Tehát, hogy imádkozunk a barátokért. Most, mint hogyha az történne, hogy mi képesek vagyunk visszatérni, csak nem tudok emlékezni rettek. De miért kell visszahívni? Nézd meg a csoportot itt, nézd meg a csoportokat a világban. És soha nem egy részhez visszanyolok egy csoporthoz. Hát azért, mert nem vagyok a csoportban, és soha nem voltam csoportban, még akkor is, amikor rabassal voltam, igazából soha nem voltam csoportban. Ott volt egy csoport, amit megszerveztünk, mit tudom én, 6-7 ember, de ezt igazából is soha nem voltam a csoportban, nem voltam részes a csoportnak. Számomra a csoport az az összes ember, aki ez a mozgalomhoz csatlakozik, aki benne van ebben a mozgalomban. Tehát ne beszéljünk kifejezett emberekről, ki van itt, ki van ott, esetleg mit tudom én, mint hogyha a Moszkva csoportról beszélünk, vagy más városról, amikor valami érdeme megvan, de egyébként ne beszéljünk külön-külön. Itt az a lényeg, hogy én mindenki számára kérek, és én ezért a tízesért kérek, és akkor kérek, terjedjünk egy kicsit. Tehát, mint hogy amikor mindenki táncol ebben a térben is, az a történet kapcsolódik ehhez a közös térhez. Na, nézd, mi az árvotról tanulunk, a kölcsönös garanciáról tanulunk magyarul. Ez a legfontosabb törvény ennek az egész rendszernek. Egy teljes és tökéletes összekapcsolt rendszer az összes részével, az összes eleme, amely mind harmonikusan összekapcsolódik, teljesen összekapcsolódva. És amit úgy hívunk, hogy a mi szociális kölcsönös garancián. A technikusok ezt másképpen hívják, hogy mit tudom én, kémikusok, vagy a másik nyelven nevezik, vagy más nyelven. De nincs semmi más ezen kívül, hogy azt hiszik, hogy ez valami elképzelt feltétel, ez a kölcsönös garancia. Nem, ez egy törvény, a kölcsönös garancia egy törvény. Ez a létezés törvénye, az első... Esetleg nekem még aktívan kell részt venni ebben. Tehát valóságban a teremtő vágyának megfelelően mi vagyunk a legfejlettebb elemei a rendszernek, mi vagyunk a legkifejlettebb elemeinek a rendszernek. Mi egyenlők vagyunk a teremtővel. Ez az, hogy mi elérjük ezt a szintet. Akár tudatalatt is egyelőre, mint ahogy még továbbra is a követeti növény vagy állati szintekhez tartozunk. De amikor már efele dolgozunk, hogy aktívak legyünk, hogy tudatosak legyünk, egy új szintet kell elérjünk, az emberi szintet, az Ádám szintjét, az ima, amire utalunk, az, hogy az egész rendszerért dolgozunk, az egész rendszerről gondoskodunk, hogyan másképpen kaphatnám meg a helyes befolyást ebből, ha csak én nem rendelkezem egy helyes viszonnyal velük. Ezért kell megtanítanunk az embereknek ezt a helyes viszonyt, hogy magunkat is meg kell tanítsuk. Oké, de úgy tűnik, hogy az imáért, hogy elérjük azt, tehát a kapcsolat állapota a legfontosabb az imához, nem? Igen, magyarul. Amikor összekapcsolódunk ezzel az egyetlen csepphez. De a teremtő az ezt nem tisztázza. Ezt mit tehetek egy ilyen állapotban, amikor ez még nem tisztázza? Mi befolyásolja ezt a rendszert? A
teljes egység a rendszernek, hogy érezzük a rendszer teljes egységét, a teljes egységét. Ez már teljes egység, csak te még ezt nem érzékeled, még nem vagy képes felfedezni, hogy ez egy teljes egység, csak is egyetlen rendszer létezik, ahol minden egyként össze van kapcsolódva. Ezért van az, hogy lezuhanunk, amikor megint elkezdünk a magunk számára kérni, mint hogyha külön léteznék, és ez megint ugye nem megengedett, én nem kérhetek a magam számára. Még itt is csak is vagy azt kéred, hogy te egy aktív résztvevő legyél, hogy segítsed az embereket, hogy ezt az egész rendszert nyomjad, a csoportot toljad az egység fele. A teremtő az az erő, amely összetartja ezt az egész rendszert egyensúlyban, tökéletességben. Ez a tökéletes rendszer, ez egyesít mindent egyetlen egységben. Ez a teremtő, ez az erő, ami összefoglalja az egész rendszert egyként. Azáltal, hogy erre aspirálok a lelkeken keresztül, a rendszer részecskén keresztül, hogy ekvivalensé váljál a rendszerrel, és ezáltal a teremtő és az egész rendszer egyé válik, mert mindennyien erre aspirálunk. Tehát létre kell hoznunk magunkon keresztül egy érzést, hogyan mondhatjuk ezt, tehát létre kell hozzuk ezt a rendszert, vagy egy képet, a rendszer képét, és akkor már állandóan érzem, hogy mi az, amire szükségem van, és mi az, ami felé mozdulnom kell, tehát mi az a paradigma, vagy modell, vagy lenyomat, vagy terv, alapterv, tehát mi az, ami felé mozgok. Ezt nem tudom teljesen elképzelni. Tehát amikor a mértékben képes vagy elképzelni magad számára, az már jó. Ha nem is tudod teljesen elképzelni, még ezt akkor is képzeled el magad számára egy bizonyos mértékben. Mivel amikor erre aspirálok, akkor az már korrigál téged. Ha már csak aspirálsz valami képre, amit elképzeled, az is már jó. Ez nem azt jelenti, hogy te letérsz, vagy más irányba mész, hanem amire el tudod képzelni, képzeld el ezt a rendszert, és már erre aspiráljál, mert irányítod magad fel. Tehát már próbáld el képzelni, hogy abban élsz. Valóságban ez egy nagyon egyszerű dolog, de ez nem egyszerű, hogy ezt hozzászoktassam magam, hogy a világunkba jön, hanem az aktuális struktúra az nagyon egyszerű. Mi történik, tehát amikor mi egy vágyat magunkhoz veszünk, ami szét van törve, és nekünk ezt egyesítenünk kell, össze kell ragasztanunk, és egyetlen edényt kell létrehoznunk, amelyben a fény megjelenik. A fény az az a felső erő. A felső erő, mivel mi hívjuk az felső erőnek, az igazából nem felső vagy alsó, hanem ez a szeretet és adakozás ereje, amit mi fölé emelünk az összes tulajdonság felé, mi azt magasabbra értékeljük, mint minden más, ezért nevezzük a felsőnek, mert ez válik a legfontosabb a számunkra. Következő, lenne egy gyakorlati kérdésünk, hogyha mi egy analóg integrál rendszerben vagyunk, és valami személyes problémát érzek, akkor ez egy probléma az én teljes tízesem számára, a világcsoport számára, tehát az én probléma mindenki. Tehát én még mindig nem tudok elszakadni az attól a ténytől, hogy ez én ingem ugye közelebb van az én testemhez, de megértem, hogy nekem tanulnom kell, és a csoportot magaménak kell érezzem ennél fogva. Akkor van egy olyan érzés, tehát ez az ima, amikor, mint hogyha egy problémával találkozom, akkor szeretném megkérdezni, hogy potenciálisan ez a probléma ne történjen meg a barátaim felé. Tehát azt őket kérem, hogy én keresztül megyek ezen a próbatételen, hogy én magamon átugram, úgymond, hogy ez a probléma megoldódjon bennem, és potenciálisan akkor mindenki számára megoldódjon. Tehát legalább a tízesem számára. Ez így helyes, vagy hogyan képzeljük ezt el? Vagy ez csak egy ámítás? Tehát valami a teremtőről tűnt, hogyha van egy ilyen érzésem, hogy én nem tudom pontosan, hogyan képzeljem. Tehát néha ezek a csapások, tehát ezek nagyon erősek. Természetesen ez nem véletlen, a teremtő megadja nekünk ezeket a problémákat, nem véletlenül. Oké, persze nem azt kérem, hogy a problémák eltűnjenek, hogy nekem jobb legyen, hanem én a többségimhez kapcsolódom, tehát akkor ez nem valami fajta csak a ravasság a teremtőről, de erre ez nem számít. Senki nem várja el tőled, mondja, hogy te már
valami színtisztaságban legyél, hogy pontosan aspiráljál már Visma mondján. Természetesen még Lali is megvan vagyunk, csak kérjél, folyamatosan kérjél, csak megértve, hogy nem csak, hogy ravasz vagy, hanem hogy hazudsz a teremtőnek, meg kell értsed, egyelőre hazudunk neki, ravaszok vagyunk. De ez is hatékony, mert te megérted, hogy ki vagy, te pontosan tudod, ki vagy, és megérted, hogy ki az, aki akarsz lenni, és már létezik ez a különbség, hogy mi az, ami most létezik benned, és mi az, ami akarsz válni, és ez a különbség az ima. Tehát pontosan tudod, hogy ki vagy, hogy egyelőre hazudsz, meg csalsz, de tudod, hogy mivé akarsz válni, és ez az ima. Oké, Ralf, következő. Azt hiszem, hogy részben már meg is válaszoltad a kérdést, de azért szeretném mégis megkérdezni. Tehát mindannyian ugyanezt a kérdést hallgatjuk. Ravesz mondja, mindannyian meghallgatjuk a kérdést, mindannyian belehatolunk abban, aki a kérdést mondja. Tudjuk, hogy ki ő. Tehát még akkor is, hogyha látjuk, vagy nem látjuk, próbáljunk behatolni a kérdésen keresztül, próbáljuk felfedezni az ő ürességét, amit mi képesek vagyunk megtölteni az empátiánkkal, a válaszunkat. Tehát bárki kérdez, a kérdésen keresztül hatoljunk be abba a barátba, aki kérdez. Srác kérdez. Tehát itt a helyzet. Én a barátot káromlom valamiért, van egy bizonyos helyzet, és én vádolom a barátomat, tehát valami negatív helyzet van, én a barátomat vádolom, én azt gondolom, hogy ő rossz, ő nem adott nekem kölcsönös garanciát, és így tovább. Egy részről. Másrésztről én megértem, hogy a teremtő az, aki rajta keresztül ezt mutatja nekem, és akkor egy idő után, mit tudom én, 10-20 perc után, vagy fél óra, vagy egy nap eltelik, ez a két állapot ez ugye fizikai szinten elkezd engem szétszakítani, engem, mint hogyha elporlaszt, eléget ez a kettősség, hogy egyrészt gyűlölöm a barátomat, de ugyanakkor érzem, hogy a teremtője rajta keresztül, a teremtő között és a forma között, amit bemutat nekem, hogy nem tudok egyensúlyt, tehát hol van az a pont, hol van a fordulópont, hol van a fordulópont, hol van az a hely, ahol ez a két dolog, ez egyként egyesül. Hol tudom egyesíteni ezt a kettőt? Tehát egyrészt, amit érzek a barátom fel, a gyűlöletet, mert nem adott nekem kölcsönös garanciát, másrészt pedig érzem, hogy ezt a teremtő küldte a barátom keresztül. Tehát hogy tudom ezt a kettőt egyesíteni, hogy ne szakítson szét engem? Ralf? Az a tény, hogy úgy tűnik számomra, hogy egy gondolat megjelenik számomra, egy negatív gondolatom ébred a barátom felé, ez annak eredményeképpen történik, hogy egy nagyobb egót kaptam, az ego növekszik bennem. Semmi nem változik meg, csak az ego, a vágy. A vágy az egyetlen komponens az egész létezésben, ami változik, csak a vágy az egyetlen komponens. És mindegyikünkben az növekszik, minőségileg, mennyiségileg ez a vágy egyre növekszik, mélyül, durvul, tehát ez a vágy nőtt bennem, és én elkezdtem átélni a barátom felé új tulajdonságokat, új érzéseket. Általában ez negatív dolgokat jelent, tehát amikor valami új jelenik meg, általában az negatívan jelenik meg. Tehát akkor mit tehetek? Mit tehetek? Beszéltünk már erről, hogyha én nem csinálok semmit, akkor ezek ugye automatikusan működnek rajtam, akkor csak lökve vagyok hátulról, és akkor lehetséges, hogy engem kiszakítanak ebből az állapotból, és ezáltal én semmit nem csináltam, hanem hagytam, hogy a lehetőség elúszol. Vagy én csinálok valamit, teszek valamit, és megváltoztatom az állapotomat az aktivitásomon keresztül, és akkor az állapot az ellentétévé válik, amit én felülről megkaptam. Felülről megkaptam egy érzést, hogy mindez hogyan váltható át egy gyors módon, hogy a véleményem a barátról milyen gyorsan, szinte azonnal negatívról pozitívvá válik, aztán pozitívról negatívvá, tehát ez az állandó változások. Ez az, amit tanítanak nekünk, hogy ezek a változások hogyan egyre nagyobb frekvenciával történnek, hogyha jól csináljuk. Számunkra csak egy követelés van, hogy tőlünk csak azt követelik, hogy mi egy képet készítsünk egy modellt magunkon belül, a rendszernek a modelljét, hogy ez hogyan működik. A felső állapotnak a modelljét, az ideális állapotot, és hogy aspiráljunk a modell fele, hogy megpróbáljuk, hogy akarjuk ezt megvalósítani magunkon belül, egymás között, hogy összekapcsoljuk magunkat ezzel a modellel. A
amikor mi, nem mi, hanem egy vagyunk. Tehát nem is mi vagyunk egy közösség összekapcsolódva, hanem csak egy összekapcsolódva, hanem már olyan egységben működünk, ahol a közösség teljesen összeolvad, hogy én eltűntem. Nincsen summa vagy kapcsolat, hanem hakollel, azaz egy plusz, mint amikor egy megegyez kettő plusz egy, mert a kettő létrehoz egy egységet. Mint amikor a tíz elem, a természetnek a tíz eleme, amikor ezek egy alsó szinten összekapcsolódnak, amikor összekombinálnak, akkor ők ekvivalenssá válnak egy eleme, ami fölöttük van, a plusz egy, és akkor az ego megint növekszik, abból az egy pontból tizet hoz létre, és akkor a tíz összekapcsolódik, akkor felette megint létrehoz egyet, és így megyünk a szinten föl. Tehát a tíz összekapcsolódik, egyet hoz létre felette, az a tíz megint szétesik egyé, úgymond egy nagyobb egyé, bocsánat, a nagyobb tízessé, és akkor az megint egyé kell, hogy összekapcsolódjon. És így megyünk előre, lépcsőfokon kellett látnunk kell ezt a modellt állandóan. Egészen addig, ameddig ez a belső érzésünké válik. Egészen addig, ameddig már érezzük, hogy ebben élünk, hogy ez már a valóságunk válik, hogy ez vált a valóságunk, ebben élünk. Ezt felfedezzük majd, hogy valóban ebben vagyunk. Tehát a tízes összekapcsolódik egyé, de aztán az egy szétszakad egy még erősebb tízessé, amely megint egy még erősebb egyé kell összeállni, és így megyünk felfelé. Oké, folytatódik a kérdés. Amikor érezzük ezt, hogy a tízből egyé válunk, tehát amikor elkezdjük megérteni, hogy hogy ez nem történhetett volna semmilyen más módon. Ezek a taszítások meg kellett, hogy történjenek, ezek a negatív állapotok, amiket átéltünk, ezek szándékosan történtek meg. Tehát amikor a képesek, amik felemelkednek, akkor majd látjuk ezt, hogy ez valóban kellett, hogy megtörténjen. Igen, minden tiszta, hogy ez szándékosan történt a Teremtő által, kifejezetten számodra, hogy ez téged tanítson. És igen, tehát érezzük nagyon tisztán, hogy ezek így kellett történni, hogy igazából ez egy tanítás volt felőről, hogy másképp nem történhetett volna meg. Igen, ez azért van, mert benned, mondja Ralph, az érzékenység növekedett, egy új érzéshez jutottál, egy új tulajdonsághoz jutottál, új érzékenységhez jutottál, amivel képes vagy megérteni, hogy ennek így kellett történnie, amit korábban nem voltál képes érezni. Igen, tehát a kérdés az, hogy néha mi megmaradunk ebben az állapotban egy napig, vagy akár egy hétig, vagy akár két hétig, néha szinte azonnal átmegyünk, és néha akár hónapokig tart, mondják. Igen, néha talán még hosszabb lenni. Tehát hogyan tudjuk fölgyorsítani ezt, hogy ezek a kilépések ne legyenek hosszúak? Hogyan tudjuk azonnal a teremtőt fordítani? Soha ne sajnálkozzál a helyzetre, ami benne vagy. A legrosszabb állapotban, vagy a legjobb állapotot is hagyjad el, amilyen gyorsan csak lehet, és menjél az új állapotban. Akár jó, akár rossz, egyetlen másodpercben sem akarjad megtartani az állapotot. Semmi állapotot ne próbálj megtartani. Ez a legjobb, azonnal engedd el. Ne hagyjuk, hogy az idő megálljon, abban a pillanatban, hogy megállunk, visszazuhanunk a popokolba, azonnal lépjünk túl, akár jöjjött, akár rossz, azonnal kiürítjük és megyünk vissza üres pohárra. Amikor a teremtő gyakorlatilag megadja nekünk a bal állapotot, jobb állapot, és nincs is időnk arra, hogy analizáljuk, hogy megértsük, hogy mi történt velünk. Ez nem számít, mondja Ralph, ez majd később analizálod, de ne álljál meg, hogy megvizsgáld a helyzetet. Néha az állapotodat nem lehet érzékelni, még a következő szinten sem, nem tudod, hogy mi történt, még a következő szinten sem, csak majd amikor még hamar a harmadik, negyedik emeletre mentél, akkor nézel vissza. Lehet, hogy 10 évvel később visszanézel, és megérted, hogy mi történt 10 évvel korábban. Csak most kezded el érzékelni, mi történt vele 10 éve, tudatosan. Tehát ne aggódj, a legfontosabb az, hogy gyorsítsunk, és soha ne álljunk meg, ne üljünk le, ne pihenjünk meg, hanem menjünk tovább. Hölgy, mi legyen az imám a barátokért azon túl, hogy nem magamért imádkozok, ezt sajnos nem értettem pontosan. És mit szeretnél magad számára, kérdezte Ralph. Tehát mi az, amit szeretnél magad számára? Tehát mi az, amit szeretnél magad számára, amit a barátod számára szeretnél, mint a viccben. Hogy ki akarod, az egy szemet akarsz kiszúrni, vagy két szemet akarsz kiszúrni. Tehát a spirituális elérés, kapcsolat a csoporttal, helyes megértés, hogy mi a teremtő. Tehát mi az, amit kívánsz magadnak, amit a barátnak is akarsz? Mit akarsz? Mi az, amit magadnak akarsz, és szeretnél a barátnak is? Hogyha ezt akarod a barátod számára, akkor igen. De hogyha valami rosszat akarsz a barát számára, mit tudom én, te valami földi vágyakat akarsz magad számára, akkor ezt ne kívánjad a barátodnak. Oké, csak a cél felé való vágyadat akarod a barátod számára is.
két kérdésem van, egy jó és egy rossz. Melyikkel kezdjek? Nem szeret a játékokat. Oké, okay, kezdjed a rosszal. Oké. Okay. Én mindig a teremtés rendszerről megyek. Először van éjszak, és utána nap. Tehát rá mondják, kezdjed az éjszakával, kezdjed a rossz hírrel. Oké. Okay. Tehát a rossz hír az, hogy tegnap előző éjszaka workshop során a körünkbe átmentünk a maximum, és ez még jobban összezavart minket egy témával kapcsolatban. Ha jól értettem, akkor a 99% számára pozitívról vagyunk, nem? Tehát a nagy boldogságból még nagyobb boldogságra. Ezt helyesen értem? Ez olyan, mint a viccben mondja Raf, már elfelejtettem a viccet, mondja Raf, de... Hogy várja, Raf próbál emlékezni a viccre. Oké, nem annyira fontos. Tehát, hogy a nagyobb pozitívról, még nagyobb pozitívra, ez attól függ, hogy hogyan érzékeled a dolgokat. Minden azon múlik, hogy te hogyan érzékeled a valóságot, hogy miatt érzékesebb. Én egy teljes, stabil, teljes, korrigált állapotban vagyok. Az első és a harmadik állapot, ahogy ezt mi tanuljuk a Zohar bevezetőjében, az ugye egy, az első és a harmadik állapot, ez egyetlen, ami létezik. Mi a mi érzékelésünkben, csak is az érzékelésünkön belül mi nem érzékeljük ezt az abszolút állapotot, de mindez azért van, mert én nem érzékelem azt, az állapot létezik, de nekem kell kifejleszteni magam az érzékelésemet, hogy képes legyek érezni a valódi tökéletességet, a valódi állapotot. Az egész munkánk az ebből áll, hogy ráhangoljuk magunkat erre az abszolút tökéletességre. Mi nem vagyunk képesek ezt megérteni, mivel mi annyira perverzek vagyunk, torzítottak vagyunk, töröttek vagyunk, nem tudom, hogyan mondjam ezt, hogy megértsétek, csak egy ilyen szörnyűség vagyunk, egy szörnyek vagyunk. Mi nem vagyunk képesek érzékelni, ez csak egyszerűen szörnyű, taszító az állapotunk, mire számunkra. Én csak enni akarok, aludni akarok, szexet akarok, csak az időmet el akarom tölteni, nézni, mi a tévében van, ez az életünk. Csak hogy eltöltsük a napot valamivel. De ezen túl semmit nem érzékelünk életnek. Nekünk korrigálnunk kell magunkat, az érzékelésünket, a megértésünket. Magunkat kell korrigálnunk. Semmi más nem kell megváltoztatnunk. Ez a hangolás, ez a kalibráció, ez a csoport központjában történik. Minél erősebb a csoport, annál gyorsabb a kalibráció, a hangolás. Keresztül mentél a maximumon, oké, ennyi. Akkor mi a rossz számodra? Te már kérdezel valamit, és akkor mi történik a maximum után? Lehet, hogy az rosszabb az irányodban, igen. Következő kérdés. Oké, csak szeretném tisztázni, amikor a körben ülünk, akkor keresztül megyünk mindenfajta fájdalmas állapotokon. Természetesen, mondja Raf, természetes. És akkor te minden jóvá válik, igen. De ezek az állapotok, amikor az jó is, meg rossz is, akkor vajon fölöttük vagy bennük vagy, hogy megfulladsz-e? Ez a kérdés. Igen, ez a kérdés, hogy belefulladsz az állapotokban? Nem tudom. Oké, drágám, akkor az rossz. Ez azt jelenti, hogy te, neked van egy bizonyos érzésed, van egy bizonyos okod, és ugyanaz a pont, ez nem lehet, hogy az érzésed és az érzékelésed ugyanott van neked, az érzéseid fölött kell lenned, tehát te megfigyelőd, az érzékelőd, az érzésed fölött kell legyen. Ezt jelentjük úgy, hogy az értelmünk, a vágyunk fölött van. És a normális emberek is fájdalmasan mennek. Össze-vissza ugrálsz a kérdéseken, vagy nem? Most nem értetted, amit mondtam neked? De ezt szeretném kérdezni. Nem. A külső emberek nem. Én most ezt kérdezem tőled, hogy rendelkezel ezzel a két ponttal, ami eltávolodik egymással, hogy te irányítod az érzékelő pontodat, az értelmedet, és az érzéseid fölött van, hogy nem egyezel bele az érzelmeidbe, hanem megérted, hogy azoknak van egy helye, és te keresztül mész rátok. Én rosszul érzem magam, oké, valami fáj a lábamnak. Na, de én megértem, hogy egy ilyen módon ez a srác melletted ott valaki sebész, nem? Árik az egy sebész, nem? Igen, sebész. Oké. Tehát beszélünk erről, hogy neked le kell vágni, akkor levágod. Oké. Tehát én tudom, hogy... hogy oké.
Én boldog vagyok, hogy ő levágja a lábamat, mert fáj. Tehát megértem az én értelmemmel, hogy nyilvánvaló, hogy a lábamat le kell vágni, mert üszkösödik. Megérted? Tehát az érzésed az fájdalmas, még levágják a lábadat, de az értelmeddel tudod, hogy jó, hogy a műtétet megkapod. Tehát te leszakítod magad az érzelmekről, az érzéseidről, és felettük van. Igen, tehát nem, ez most az érzésed. Tehát a körrel együtt, oké, körrel együtt, de ketté kell válaszolni. Minden keresztül mész, az jó, az mind hasznos, bármi mész keresztül. Tehát ez boldogságot vált ki benned? Annak a tényleg ellenére, hogy te rosszul érzed magad, te nevetsz és sírsz ugyanabban az időben? Én szeretném megkérdezni, hogy a 99%-ek mi? Persze, hogy nem, ők nem mennek ezen keresztül. Ők nem érzik a két érzést, ezért nekik nincs meg a dualitásuk, a kettősségük, ők nem rendelkezik ezzel az ellentmondással. Tehát akkor keresztül mennek ugyanaz a... Nem, ők az érzéseiken belül vannak, ők nem képesek az érzések felé emelkedni. Ők csak egyet éreznek egyszerre. A pszichológusok beszélnek valami, és képesek a felemelkedni, de az is csak annak érdekében, hogy pusztítsanak, hogy megpróbálják eltörölni a negatív érzéseket, de mi nem törünk el semmit, mi átváltoztatjuk őket pozitívra. Tehát még akkor is, hogyha egy páros, egy család eljön a válság érzéséhez, akkor mondjuk azt, hogy eljutunk a családprojekthez. Mi most nem beszélünk erről, mondja Röv, most nem beszélünk erről. Én nem tudok, nem is érzem, hogy hogyan ugrálsz az egyikről a másikra. Miért kell összekeverni? Én most a kabbalistákkal beszélek, aki fejlődik, mint kabbalista, kifejleszti magában a spirituális érzéseket, a tepes még most hirtelen valami párosra akarsz beszélni, aki pedig a viszonyat akarok. Én szeretném megérteni, én nem akarok most már erről beszélni, mondja Röv. Erről beszéltünk, neked egy kurzust kell elvégezned, egy tanfolyamot kell elvégezned, hogy amint keresztül mentünk az elmúlt két nap alatt, az nem integrál oktatás, bármilyen más szónnevezetek, amit az előző két napon átvettünk, az még nem integrál oktatás, az is kabala kongresszus volt. Ez csak egy bevezetés volt egyelőre, tehát még továbbra is szükség lesz, mert egy kurzusra, egy aktuális kurzusra van szüksége, de egy komoly kurzusra az integrál oktatással, amin keresztül kell menned, nem is egyen, hanem akár kettőn is, és csak utána fordulhatsz az emberekhez. Ami az elmúlt két nap során volt, az csak egy bevezető volt a mi számunkra. Az majd segít számodra, hogy kiegyensúlyozd, segít majd téged abban, hogy kiegyensúlyozd a te személyes csoportban veli részvételedet és a teremtővel való attitűdődet, és hogyan kapcsolódjál a tömegekhez. És hogy összekapcsolod mindezt a két dolgot egyetlen egységé. Erre még nem vagyunk képesek egyelőre, még csak magunkkal foglalkozunk igazából. Azok, akik nem vettek még részt az integrál oktatásban, ők még nem képesek keresztül menni ezen vagy fejlődni. Egyelőre ez még csak az akkumulációnak, a begyűjtésnek az ideje. Most tudást gyűjtünk, érzéseket gyűjtünk, ez itt van írva, az ott van írva, egyelőre ezt még begyűjtjük, és utána, amikor megtöltöttük magunkat ezekkel, tehát olyan vagy most, mint egy hatalmas hordó, amit megtöltünk, és akkor mi utána mivel rendelkezel, majd újra és újra elolvasod, nem, akkor már nem haladsz előre, amikor már a hordó megtölt. Vagy megállsz, vagy elmenekülsz, vagy filozófiával foglalkozol, vagy mit tudom én, utána már át kell ezt ugye folyatnunk az embereknek. Tehát lényegében miután átéltük a kabalát, akkor átváltunk az integrál oktatásra, ez a standard út mindenki számára. A kabbalára aspiráló tanítvány semmi más nem tehet. Tehát a kérdésem előttünk az egy kurzus, egy oktatási kurzus mindazok számára, akik az integrál oktatással foglalkoznak. Tehát a lényeg az, hogyha tovább akarunk haladni, akkor el kell kezdjük az integrál oktatást, de először fel kell készülnünk rá. Oké, tehát emelkedés, zuhanás, mint hogyha kétfajta arvut lenne, nem? Tehát az emelkedés és a zuhanás állapotában, mint hogyha kétfajta kölcsönös garancia lenne. Ez az, amit én mondtam, mondja Röv. Ez írva van a könyvben. Mi a kétfajta arvut? Mit értenek ez alatt, Röv, mi az, hogy kétfajta arvut? Mert ez van írva a könyvecskében. Oké, 22-es oldal. Kétfajta, nem, ez igazából egy kölcsönös garancia. Mit értesz ez alatt, hogy kétfajta forma?
Ez az én hibám lehet, hogyha valami rosszul van írva, akkor lehet, hogy rosszul mondtam magyarul, mert igazából az én szavam, amit írtak le, tehát ez az én hibám. Oké, tehát a kölcsönös garancia állapota az emelkedésben és az zuhanásban. Tehát ez igazából, mintha más stílusa lenne mondjuk ezt. De az emelkedés állapotában, hol van ez, raknak átadják a könyvet, Szinha, oda vitte a könyvet. Oké, tehát az emelkedés zuhanás, ez kétfajta kölcsönös garancia munkában is van a szétválasztás a kettő között. Oké, mondja Reve, nem csoda, hogy megzavart téged. Oké, tehát a szétválasztás, a különbség közöttük az meghatározza az emelkedés. Oké, várjunk egy pillanatra, oké, ne siessünk. Oké, tehát egyrészről éreznünk kell, hogy a fény hatással van ránk felülről, másrészről viszont analizálnunk kell ezt az állapotot, hogy ez honnan származik, miért, hogy én hogyan használom ezt az ellentétet, ezt a kontradikciót, ellentmondást, hogy a helyes irányba vigyek. Tehát a fény jön, hogy én nekem találkoznom kell vele félúton, tehát hogy én hogyan találkozom a fénnyel félúton, és akkor az a kétfajta érzékelés ez, mint hogy a parcú fejévé és a testévé válik, a fej megérti, mit kell csinálni a testtel, hogyan kell annak működnie, mert egyébként, és akkor ez az, ahogy irányítjuk a vágyainkat. Egészen addig én megpróbálok, mint hogyha oldalon nézni magamat, hogy a fény hogyan befolyásol engem, hogy ez hogyan változtat meg engem, és hogy én hogyan reagálok ennek a hatására. Ez megtölti az én szívemet, értelmemet, és akkor egy részről megtölti, másrészt meg nekem egy állapot, amikor nem tudom, hogy reagáljak, és harmadrészt pedig megértem, hogy a fény megadja nekem ezeket az állapotokat, tehát hogy én képes legyek megoldani azokat, és közelebb kerülni a célhoz. Tehát a megoldás a problémára az onnan kezdődik, a trapottól kezdődik, amikor a cél fontosabbá válik, mint a probléma, amit megkaptam. Tehát ez egyetlen oka, hogy kaptam a problémát, hogy képesek fölémelkedni. Tehát minden kölcsönös garancia az válik, olvassad el a végéig, kérjük, hogy oké. Tehát a kölcsönös garanciának a kulcsa az, hogy megértsem a fontosságot, a célfontosságát, a rendszerfontosságát. A kölcsönös garancia az egy belső érzés, hogy mi el kell érjük ezt, tehát nekem el kell ezt érnem. Tehát, hogy én egy belső állapotba kell, hogy kerüljek, ahol belül én egy új állapotot találok, egy új rendszert találok. Ez nem csak egy bizonyos pont az egységben, hanem az ki van tágítva, és ez már egy új valóság pontjává válik. És az fenntartja, kifejleszti, megtartja azt azáltal, hogy megértem a fontosságot, ennek a harmóniának a fontosságát. Tehát mindig a fontosság, hogy mi az ön fontosság, hogy a fontosságát ennek a kölcsönös hatással foglalkoztatásnak. Tehát minden egyes pillanatban meg kell vizsgáljam, hogy mire van szükségem, és mire nincs szükségem annak érdekében, hogy felemeljük, vagy magasztosítsuk a nagyságot, a célfontosságot. És ez az, ahol visszatérünk a kölcsönös garanciához, és hogy ez befolyásol minket, ami több szintű kell, hogy legyen. Egyrészt ennek ki kell váltani irigységet, és mindazokat, amik felemelnek engem, és engem közelebb visznek, és ennek mindenki munkájával kell válnia. Mindenkin dolgozik, közösen dolgozunk egymással. Tehát nekem sürgetnem kell mindenkit, hogy eljusson ebbe az állapotba, mindenkit noszogatnom kell, hogy eljusson ide. Oké, tehát az aktuális munka, mondja Rav, a kölcsönös garancia munkája mit jelent? Az, hogy mi az, amit én garantálok. Én azt garantálom, hogy én személyesen felelős vagyok mindenkiért, hogy elérjék a célt. Én felelős vagyok mindenkiért, és a teremtő előtt én vagyok felelős értük, ők a gyerekeim, én teljesen rajtam függenek. Nem csak az, hogy én korrigálom a kapcsolatot velük, nem. Én hozzátok kapcsolatok ennyi, nem. Nekem meg kell tennem az összes munkát felük. Amikor mi egy zuhanásban vagyunk, bocsánat, amikor felemelkedtünk, tudatosak vagyunk, mosolygunk és egy normális állapotban vagyunk. De amikor én a széken ülök, úgymond, és én lezuhanok, akkor olyan vagyok, mintha egy rákos sejt lennék ebben az egész testben, akkor mit tehetek? Tehát az emelkedett állapotban képes vagyok. Mi is így érzékelünk téged, mondja Reftének, mi is így látunk téged. Én nem érdekel engem, hogy érzékelnek engem, az nem fontos számomra, hogy érzékelnek, hanem hogy én úgy érzem, hogy nem vagyok a rendszerben, én visszahúzom a rendszert. Igen, te a rendszer része vagy, tökéletesen rendben vagy,
te szándékosan lettél behelyezve ebbe a helyzetbe, még mint rákos sejt is azért, hogy a rendszer megoldja ezt a helyzetet. Tudod, hogy komolyan mondom, tehát pontosan azáltal, hogy ezeket a dolgokat kiváltjuk bennünk, ezeket az állapotokat, és hogyha helyesen reagálunk erre, akkor még magasabb emelkedünk. Rá, ez itt van, de mi van holnap, amikor a konyhába megyek, mit csinálok? A csoportban, oké, menj a konyhába, ez mindig egy jó megoldás, menj a konyhába, amikor rosszul érzed magad. Mire gondoltál? Mit értesz az alatt, hogy holnap? Hogy mi, ma azt hiszed, hogy holnap más lesz, nem ugyanezt történik? Hogy itt vagy között, ugyanezt történik? Mi látjuk ezt a többi csoportban is. Az első alkalom, amikor látom, én nagyon boldog vagyok, hogy látom ezt mindennyien, ugyanaz a szintezmény. Tehát nincsen különbség a csoportok között. A csoport Chiléből, Mexikóból, Moszkvából, teljesen mindegy, Toronto, Izrael, mindenki egy szinten van, nem mindenki egy szinten van, csodálatos, az egész világcsoport egy szinten van. Mindannyian ugyanazon a szinten vagytok, ugyanazt az anyagot tanuljátok, ugyanazt tudjátok. Én szintisztán az integrál oktatás, az agy megtöltésére beszélek, ugyanazt az anyagot tudjátok, ugyanazokat az állapotokon mentek keresztül, ugyanazokat a csoportmunkákat végzitek. Természetesen vannak, akik kicsit lemaradtak, de ők azért maradtak le, mert ők szabad választással úgymond nem jöttek ide, vagy nem vettek részt ebben. Ez így van, nem? Nincsen különbség, mert senki között nincs különbség. Én azt hiszem, hogy ez az elmúlt fél év alatt történt meg a workshopokon keresztül, meg mindenen keresztül, amit csináltunk. Ez az integrál dolog, mindenki összekeveredett, ez segített minket. Úgy tűnik, hogy mintha véletlenszerű lenne, de nem. Abban a pillanatban, hogy elkezdtünk együtt gondolkodni, még egy kicsit is ebben az irányban mentünk, már mindenki felemelkedett, mindenki egy szinten van. Tehát ma én nem látok különbséget a között, hogy valaminek a Petaktifával beszélek, vagy egy másik csoporttal beszélek valahonnan. Semmi különbség. Ők lehet egy kicsit jobban tudják, hogy bizonyos anyaggal hogyan dolgozzanak, vagy videoklipekkel, vagy többet tudnak a forrásokból, de ez csak anyagok, ez nem spiritualitás. Én nagyon komolyan mondom nektek, mindenki egy szinten van. Ez az egyesülés, ez az állapot, ez az egyesített platform, amit létrehoztunk ma. Mi most már valóban képesek vagyunk erről beszélni, hogy egy világcsoport vagyunk, ez nem az, ami korábban volt, a szép hatunk szakadva. Mi most már megértjük egymást, lehet, hogy a nyelv határ az még mindig egy kicsit akadály, de ennyi. Most már csak mindenki egy szinten van, megértjük ugyanazt, de nem kell nektek már más mondanom. Tehát tartsátok ezt a széket melegen, mondja Rev, hogy ne menjél a konyhában, nem maradj el a székeden, mondja Rev. Köszönöm, mondja, hogy... Hello Raf, tiszteletre méltó Raf, hello világcsoport. Én szeretném kifejezni hatalmas hálámat és az aggodalmamat is, hogy mindannyian itt létrehoztátok ezt a felső egyetemet, amelyben mindannyian képesek vagyunk részt venni és együtt tanulni. Tehát, hogyha valamit rosszul látok, akkor én még csak tanulom. Igazából ez az, amit úgy nevezünk, hogy yeshiva, tehát tanulóhely. De a mi időnkben ez egy kicsit más. Tehát a yeshiva az a hely, ahol mindenki egyenlővé vált. Nincsen magasabb, alacsonyabb, mindannyian ugyanazon az egyenlő szinten vagyunk. Mivel van az az állapot, amikor az ember lefekszik, amikor nem veszünk részt semmiben, a fejünk és a lábunk ugyanazon a szinten van. De amikor ülünk, akkor a fejünk magasabban van, de mindenki egyenlő. Az yeshiva, hogy az ülő és jelent, hogy ülünk yeshiva. Josef ülök, és a yeshiva az, hogy ülünk, vagy ülő. Tehát a nemzetközi csoportunk most már a yeshivában van, ebben a ülő tanulásban. Tehát, hogy értsétek meg, hogy honnan származik a szó. Oké, tehát egy fájdalmat érzek belül, mondja a srác, tehát, mintha hallanám a teremtő hangját, akkor van az anya, és amikor a fiú érzi az anyjának a hangját, vagy az apának és az anyának a fájdalmát, akkor megérti, hogy mi az a rendszer, hogy közelebb kerüljön az apához, mint barátként, hogy ne rontson el valamit, hogy félhet, hogy valamit elront az apjának. Tehát mit javasolsz rá, hogyan kerüljünk közelebb a teremtő egy olyan módon, hogy ez a fájdalom, ez megjelenjen. Raf,
az apával, a teremtővel, vagy anyával, ezt nem értem pontosan, a spirituális úton, magyarabb, mi rendelkezünk az apával, anyával, az a bína és a hohma, és a keter, az pedig a teremtő maga, az anya, az a teljes adakozás tulajdonsága, a hafetz heszed, hogy hívjuk ezt a kegyelem, tehát az anya a kegyelem, vagy a hafetz heszed, a teljes adakozás. És az apának a tulajdonság az az abba, az a magasztos értelem, vagy a hohma fényének a tulajdonsága, a fényforrása, a tudásforrása, és a keter az maga az alapgondolat, az alapprogram, az alapvágy, a teremtő vágya, vagy a teremtés alapgondolata. Tehát ez még mielőtt bármi a gyakorlatba került volna, vagy aktualizálva lett volna, és mi pedig alulról tekintünk erre a rendszerre. Mit akartál kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy akartál ezt a struktúrára kérdezni, hogy hogyan kérjünk, vagy hogyan váltsuk ki az apát, csak is az anyán keresztül. Abba ima, apa anya, oké, okay, abba ima, használjuk, oké. Okay. Tehát a srác mondja, tehát az apa az szenved a fia miatt, mert a fia az egy ilyen alantos állapotban van, vagy egy rossz állapotban van, egy feleten állapotban van, és a sötét szobában ül. Rav. Nem kell ilyen színházat elképzelni, nincs egy ilyen kép előttem. Képzeld el a rendszert. A rendszer az negatív zavarokon megy keresztül, mivel annak a részei még nincsenek harmonikusan összekapcsolódva egymással. Ennyi. Létezik ez a rendszer, ahol a részek még nincsenek harmonikusan összekapcsolódva, és ez egy negatív jelenség van a rendszerben. Az egész univerzumnak a rendszere. Létezik egy rendszer benne, amit úgy nevezünk, hogy az abba, az apa, és van egy része, amit úgy nevezünk, hogy ima, az anya, és ezeknek a rendszereknek harmonikusan kell egymással összekapcsolódniuk. Az anyának létre kell hoznia egy edényt, egy helyet, ahol a teremtő megjelenhet. De ez nem történhet meg addig, ameddig mi a lelkek nem kérjük, hogy ez megtörténjen, hiszen ez nem követel semmit, ez nem akar semmit maga számára. A teljes adakozás állapotában van, a kegyelem állapotában. De az apa és az anya együtt, ők szenvednek, mivel megtelnek szeretettel a gyerekek számára, de még nem képesek a vágyát megvalósítani, mert a gyerekek még nem kérik tőlük, amire szükségük van, amire valóban szükségük van. És az apa és az anya nem képes átadni nekik ezt, mert még nem kérnek érte. A gyerekek valami teljesen mást kérnek, nem azt, amit az apa és az anya adni akarnak. Olyat kérnek, amivel ők nem rendelkeznek, tehát ellentétes azzal, amit adhatnának, mint a mi világunkban. A gyerek azt kéri, hogy adjanak egy kábítószert, vagy engedjet, hogy motorozzak, vagy hadd menjek partizni, ezt csinálják, azt csinálni, mint a negatív dolgokat. Apa és az anya nem engedheti meg nekik, nem adhatják. Ők szenvednek, hogy nem adhatják meg a gyereknek, amit szeretne, valami jót, egy jó foglalkozást, és szenvednek, hogy a gyerek valami rosszat akar csinálni. Tehát ez a dupla szenvedés van. Tehát akkor ez a módszer, az oktatási módszer, ami most megtörténik a körben, és nézzük ezt, tehát ez a leghatékonyabb dolog, ez hatékonyabb, mint a lecke. Ez hatékonyabb, mint a lecke, mivel ti azonnal konszolidáljátok ezt az anyagot magatokban. De a barátoktól én hallottam olyan dolgokat, amit nem hallottam még a Raftól. Természetesen, és te még többet fog hallani, és amikor elkezded másokat tanulni, amikor majd még jobban odafigyelsz, és tőlük még intelligensebb dolgokat hallasz, mint tőlem. Nagyon komolyan mondom neked, a barátoktól többet hallasz, mint tőlem, és majd a tanítványaitól még többet tanulsz, mint tőlem. Ugye ezt mondják a kabbalisták is, hogy sokat tanultam a tanáromtól, többet tanultam a barátaimtól, de legtöbbet a tanítványaimtól tanultam. Oké, tehát létezik bennem egy bizonyos gyűlölet a gyerekkel szemben, mondja a hölgy. És én érzem, hogy a gyerek az én másolatom, az mind az én döntésem, tehát mintha egy teljes másolatom lenne, szörnyű. És ebben a pillanatban kérem a korrekciót magamon belül, hogy korrigálódjék. Hogyan kell, hogy ez a kérés a csoport központján keresztül jöjjön? Nem tudom, hogyan érezzem ezt. Oké, tehát neked ezt tanítják, téged épp most tanítanak, azt tanítják neked, hogy ki is vagy, hogy pontosan ki vagy, és hogy hogyan korrigálódjál. És hogy képes legyél megérteni, hogy hogyan viszonyuljál a gyerekhez. Ez csak miután összekapcsolódtál a csapat központjával,
Mert egyébként nem leszel képes megoldani ezt a problémát egyedül semmilyen módon, csak a csapatkoszovát keresztül. Te még csak meg sem leszel képes érteni, hogy mi az, ami jobb vagy rosszabb számodra a gyereket számára, csak is miután a gyereket is magadba foglalod, és a kettőtök egyen benne foglalhatjátok magatokat a csapat központjában. Csak ott találod meg a megoldást, csak is a csapat központján keresztül. Hogyan kapcsolódjak össze a csapat központjával? Hogyan kapjuk egy ötletet, egy tanácsot? Hol van ez az erőfeszítés? Hogyan tehetek egy erősebb erőfeszítést ebben az irányban? Kapcsolódjál a csoport központjához, az azt jelenti, hogy teljesen támogassad a csoportot, és segítsed a csoportot minden egyes módon, amilyen módon csak lehetséges. Nem a saját képességed fölött persze, de legalább állandóan, amikor képes vagy, a képességedhez képest, a munkádon, a családodon túl, amire képes vagy, azt tedd bele. Segítsed őket egy bizonyos módon, és hogy állandóan vágyjál arra, tanuljál velük, és szolgáld őket bármilyen módon csak tudod. Oké, tehát amikor ezt mind megteszem, oké, kapcsolódjál belsőleg, és akkor megtalálod a választott a belső kapcsolatban, hogy kapcsolódjál hozzájuk belsőleg. Köszönöm, hogy jöjjön. Oké, írjál nekem később, mondja Röv. Spanyol kérdés, várjuk a fordítást. Mi szeretnénk köszönetet mondani neked, és a Teremtőnek azért az állapotért, amiben most éppen vagyunk. Kilenc évvel ezelőtt azt javasoltad nekünk, hogy ne beszéljünk a saját belső állapotunkról, ugye ezt kaptuk eredetileg tanácsként, amikor kezdtük a kabala tanulást. És most mi, mintha megkaptuk volna az engedélyt, hogy beszéljünk a belső állapotokról, igen, ez az, amit feltételezek, hogy ez az, ami segít a csoportnak, hogy erről beszéljünk, és hogy nem egyszerűen csak bedobunk a csoportba mindenfajta szlogeneket. Nekem felelősnek kell lennem a csoport, nekem fel kell emelnem a csoportot, még akkor is, hogy az ellenkezik azzal, amit én érzek. Tehát annak ellenére, hogy ugye beszéltük a belső alapotról, vigyáznunk kell arra, hogy mit mondunk. Különösen most az Arava után, most egy új emberi lényt építünk, és ez nagyon emocionális. Ez egy nagyon emocionális állapot, hogy egy új emberi lényt építünk. De ennek az új emberi lénynek az eszköze, ez a gondolat, az érzése, tehát ez a kérdés, hogy mi az eszköze ennek az új emberi lénynek, hogy a gondolata, vagy a... Először is mondja Rav, ez a csoportban való bennefoglaltatás, amolik én oda megyek a csoporthoz, és azt mondom nekik, hogy srácok, én ilyen és ilyen állapotban érzem magam, ezt érzem, meg azt érzem, és igazából nem is tudom, hogy mit érzek, de a csoport képes segíteni engem, hogy megbirkozzak ezzel a csoport, olyan, mint egy orvos, akinek benne kell foglaltatni magát bennem, és diagnosztizálni kell engem, meg kell vizsgálni engem. Teljesen mindegy, hogy rosszul érzem magam, vagy miért érzem magam rosszul, teljesen mindegy, hogy mi bennem.
Nem kell semmilyen titok, nincsen titkunk egymással, senki nem kéri tőled, hogy beszéljél az intim részletekről. Itt spiritualitásra beszélünk, a korporális dolgot azt kint hagyjuk, nem a korporálitást hozzuk ide, hanem spiritális értelemben azokat az érzelményeket beszéljük meg. De amikor haladunk előre, akkor mindezek a problémák, ezek olyan problémák, amelyek nem az én egyéni problémáim, hanem ezek a spiritális utamat befolyásolják, akkor erről beszélnem kell a barátokkal. Mi lenne titok egymás előtt? Mi állati szinten vagyunk? Milyen titok lenne? Miért kell ez titok maradjon? És a spirituális szinten nekünk össze kell kapcsolnunk egymással, nekünk meg kell vizsgálnunk ezeket az állapotokat. Nekünk nem kell az embereknek elmesélni, mi van bennem, vagy a szívemben, hogy a teremtő érdekében dolgozunk, ez oké. De legalább a kétségeinket, vagy a problémáinkat, a zuhanásokat, emelkedéseket, oda megyünk a csoporthoz, és akkor a barátok támogatnak minket. Föl kell, hogy ébresszenek téged, újra kell, életerőt kell adjanak neked, fel kell, hogy emeljenek. Beszélgessél velük, tehát állandóan a csoporton belül kell lennünk, mint egy családban. Amikor a barátok úgy érzik, hogy te nem vagy egy aktív állapotban, akkor fel kell, hogy emeljenek, hozzád kell nyúljanak, meg kell érintsenek, mint a gyereket a karjánál fogva fölízni, vagy hogy megnyugtassanak, vagy egy kicsit elringassanak, megöleljenek, vagy adjanak neked egy cumit, vagy meleg bébi italt, vagy lehet, hogy injekciót kell, hogy adjanak neked, az is jó. Mindent a csoportnak eladtam magam, a csoporttól függök, ők kezelnek, gyógyítanak, nevelnek. Ezt meg kell értsétek, hogy ez egy nagy csoport, akkor lehet, hogy nehéz, de amikor egy kisebb csoport, én hallom, hogy mit tudom én, az emberek hallották valahogy ígyunk sört együtt, vagy menjünk el, sétáljunk egyet, vagy egy piknik, vagy menjünk el moziba együtt, teljesen mindegy. Nincs túl sok időnk erre. De ezzel mit javasolnék? Ez az első. Második az állapot. A te állapotaid azok nem a te állapotaid, nincsen olyan, hogy egyéni állapot, nincsen egyéni egyáltalán a csoportban. Neked érzékelned az állapotot, amelyben a csoport van, a csoport állapotát kell érzékelned, és hogy vajon te is részese vagy a csoport állapotának. Tehát állítsad magad erre az útra, semmi másra ne gondoljál, te részese vagy egy egységnek, és minden az egységen keresztül történik, tehát reggeltől estig próbáld meg a csoportra gondolni, csak a csoport a fontos, a gondolataiban. Hogy ők hova jön, hogy vannak, hogyan van a csoport, hogy vajon képesek-e együtt maradni, képesek-e fenntartani egymást, vajon képes vagyok-e segíteni őket valamiben, esetleg föl kell hívjak valamit, esetleg csináltok valami más, próbáljátok ezt meg. Tréningezzétek magatokat, edzétek magatokat arra, hogy állandóan úgy aggódjatok a csoportért, mint az anya a gyermekért, hogy a csoport fontosabb, mint a saját gyerekem. Egy ilyen módon személyesen magad számára eltávolítottál minden negatív behatást. Nem is törődsz magaddal. Miért küldi ezeket a negatív állapotokat neked, hogy megnöveled az egoizmusodat, hogyha azt keresed, hogy hogyan kapcsolódjál a csoporthoz még erősebben. Az ego az csak azért növelkedik benned, hogy még erősebb kapcsolatra lépjél a csoporttal, de a probléma csak ezért jön. És hogyha ebben az irányban mész, akkor nem is érzel semmilyen negatív hatás, hanem állandóan azt keresed, hogy hogyan tudsz még jobban összekapcsolódni. Nem is nézed magadat, mint az öreg ember, aki egyfolytában keresi, hogy még milyen nehézséget talált, amivel még jobban a csoporthoz kapcsolódik. Minden egyes nehézség még jobban a csoporthoz lök majd, még jobban közelebb. Hogy próbáljuk ezt az állapotot elképzelni, bármi jön, arra szolgál, hogy még jobban a csoporthoz kapcsolódjak. És akkor majd meglátjuk, hogy milyen simán kezd minden menni. Megszabadultál az agyadban minden problémától, amikor a mértékben lehetséges, és csak a csoportot nézed, csak is ezzel az egy aggodalommal foglalkozol, hogyan tudod a csoportot segíteni, és a problémát 99%-át, mintha elfújták volna. Oké, következő. Buenos días, Rav. Egy új spanyol kérdés. Tehát a spanyol barátoknak egy kérdés, ha jól értettem az orosz kérdést, de nem fordították.
hogyan segíthetem a csoportot, hogy a Málna Bogyóvá váljon, a spanyol barátoknak a kérdése. Hogyan változtathatom a csoportot egy Málna Bogyóvá vagy a mentővé? Remélem, hogy a szó jó értelmében kérdezed, mondjára. Én mindig visszatartom magam minden egyes mondattal, magyarok, mert szeretnék visszatérni. Tehát mindez azért van, mert a kabbalista mindig egy kettős nézete rendelkezik a valóságban, magyarok, ezért áll még mindig. Mindig, mint egyéből két ellentétes irányba mennék. A rabás az teljesen ezoterikus volt ilyen értelemben, tehát mindig egyszerre két irányba ment. Tehát azért Rabás esetében ez nagyon nyilvánvaló volt, tehát ezért állok meg minden egyes válasz előtt, Mongyarev, hogy visszatartom egy kicsit magam. Nem tudom, hogy hogyan mondjam ezt, Mongyarev. Tehát aggódnunk kell a csoportért, ezzel se gondolnunk, tehát hogy minden ezen múlik, hogy a csoport képes-e Málna Bogyóvá válni. Ez egy nagy probléma. Mi azt gondoljuk, hogy mi... Oké. Egyedül vagyok, de mindenki különleges, és ezek nem csak szavak, hanem mindenki valóban egyéni és különleges. Ez valóban, ezért még az integrál rendszeren belül is, ugye minden egyes részecske az különleges és egyén. Tehát én nem tudom, hogy hogyan mondjam ezt. Én nem vonzhatom a szemét magam felé, és eltaszítani sem tudom, hiszen ez vagyok kapcsolatban. Minden egyes személy a cselekedetei alapján választja ki, hogyan viszonyul a csoporthoz. Mindegy, hogy én mit csinálok, ez mind természetes, nincsen ebben konfliktus, de a csoportban nem vagyunk képesek. Tehát a csoporthoz való viszony, ez a személy előreállásának az alapja, tehát előzőleg Karabasz mondta, hogy mi van ebben a normális életben, és a csoporton belül viszont épp ellentétes, tehát mindennek minden a kapcsolatom múlik. Tehát éreznünk kell a fontosságot, vagy nem az, hogy éreznünk kell a saját magunk fontosságát, vagy talán nem a saját magunk fontosságát, hanem a sorsunkat, a saját sorsunkat. Éreznünk kell, hogy mi erre vagyunk rendeltetve, hogy minden rajtam múlik, hogy a sors rajtam múlik. Tehát éreznünk kell a felelősséget. Nem csak, hogy a világ, hanem a teremtővel a mozgás, az egész teremtés rajtam múlik. Ezt így kell éreznünk. Amikor elérjük a spiritualitást, akkor elkezdjük megérteni, hogy rajtam kívül minden abszolút tökéletességben volt. Minden abszolút tökéletes nyugalomban van, és csak minden rajtam múlik. Csak én vagyok az, aki nincs összekapcsolva és korrigálva, és minden egy olyan módon működik, hogy megmutatja nekem ezt a tükörképet, hogy én mennyire nem vagyok korrigálva. Minden, amit látok a világban, az én ellentétem. Valaki megölt valami, valaki megevett valakit, valaki megerőszakolt valamit, teljesen mindegy, hogy mit látok, ez mind az én bűnöm. Az emberek lopnak, az emberek a leggusztustalanabb dolgot csinálják, ez az én egóm kivetülve elém egy mozivászonra. Az, amit az én egómat mutatják be előttem ezen a mozin keresztül. Hogyan válhatok én Hogyan távolítsam el magam itt az állapottól? Tehát, hogy érezzem ezt a hatalmas felelősséget, hogy én felelős vagyok az egész világért, hogy minden rajtam múlik. Ez mindenkinek a saját felelőssége. Mindegyikünk az saját maga az univerzum. Mindenki saját maga az univerzum, és a fizikusok ugye beszélnek a többszörös univerzumokról, és ez valóban így van. Rengeteg párhuzamos univerzum, mindenki saját univerzumában működik, tehát ez az érzés, hogy ez a sors, nem tudom, hogy hogyan fejezem ezt ki. Én korábban csodálatosan képes voltam kifejezni magamat, ezt nagyon elegánsan tudom, de mert ezt hosszú ide nem használtam. Minden eset ez nagyon fontos, mondjálok. Te vagy az univerzum központja, a valóság központja, te vagy az egyetlen főszereplője az egész teremtésnek, így kell érezzed magadat. Tehát innentől kezdve, de ne essél pánikba másrészt, hogy persze ne pánikozzál, meg ne menekülj el, hanem lépjél be a csoportba, a csoport központjába, és dolgozzál ott, a munka ott valósul meg helyesen. Ez teljesen mindegy, hogy férfi vagy nő, és senki nem szabad ettől, mindenkinek megvan a szerepe, és azok is, akik
tömegben jönnek, ez az érdekes, hogy ők is majd felfedezik, tehát akik a külső tömegekből jönnek, majd felfedezik ugyanezt a hatalmas küldetést mindenkiben. Oké, következő. Oké, amikor már utána jutottam, hogy megkérdezzem a kérdést, a fél választ már meg is kaptam. Oké, tehát hogy akkor gyere vissza később, és megkaptad már a másik választ is. Igen, persze, de igazából segített benne, hogy még jobban megformázom a kérdésemet. Két teljesen ellentétes szempont van, tehát a lecke elkezdődik, mi leülünk, elfoglaljuk a helyünket, és aztán, mintha a víz elkezdene folyni, megtelt minket. Ez érthető. De most meg azt mondod, hogy mindenkinek megvan a saját helye, jön, leül, és minden csodálatos, mindenki leül a saját helyére. Tehát ez a két dolog, ez hogyan kapcsolódik össze? Ez a két ellentétes pont hogyan kapcsolódik össze? Én nem mondom azt, hogy ez oké, hogyha valaki alszik a leckén. Ez nem oké. De hogyha... egy pillanat, megjelent az adás. Hogyha ő valóban, nem, mit tudom én, de csak nagyon álmos, akkor ez az ő állapota. Akkor mit csináljuk? Ez az ő állapota. Volt egy időszak, mit tudom én, egy másfél hónapos időszak, a 12 évből mondjuk azt, amikor a tanárom mellett voltam, a 12 évből volt egy másfél hónap, amikor aludtam. Ez egy nagyon szégyenteli dolog, hogy ez így volt. Mint hogyha nem aludnék, úgy csináltam, mint hogyha mindig felriadnék, mint hogyha én valami mély szándékban lennék, úgy tettem, de igazából valójában csak aludtam. És néha megugrott valaki az asztalat, és azt gondoltam, hogy na mit gondolsz erről, és akkor felébredtem, felriadtam. De néha ez egy olyan időszak, amikor nekem keresztül kell menjek ezen az állapoton, hogy megértsem, hogy akár megértsem a többieket, hogy képesek a többiekhez kapcsolódni. Tehát át kell menjek az összes állapoton, akár csak egy pillanatra is, át kell menjek ezeken az állapotokon, hogy képesek megérteni a többieket, hogy képes legyek magamat behelyezni másnak a cipőjébe, úgymond, hogy a másiknak a helyére elképzelje magamat. Elkezdett akadozni az adás, bocsánat. És megállt. Újraindítom. Nem tudom, hogy hallotok-e még, hogy egyáltalán működik az internet, tehát jelezzetek vissza, hogy engem hallotok-e. Hallottok még? A szivat alatt, tehát nem tudom, mi történt, mert a belül pedig működik a többieknek, tehát nem tudom, hogy az én gépem miért állt meg. Ők a TikTokon keresztül nézik, nekem viszont a szivat alatt meg is ez most eltűnt. Oké, lassan jön vissza, tehát egy pillanat. Sok Dnyetropetrovskot reggel egy párszor. Látsz minket mindig a képernyőn, minden egyes nap látsz minket, láthatsz minket, tehát Dnyetropetrovskot. Prav. Mi nem mutatunk titeket, hanem megmutatunk titeket az egész világ előtt. Akkor a képernyőn teszünk titeket. Tehát lesz, hogy mindig erről van kérdés, hogy ki alszik. Oké, tehát mi úgy teszünk, mintha szeretnénk egymást, mondja a srác.
Nos, a valóságban mi nem akarunk látszani, hogy játszani, hanem érezni akarjuk, hogy szeretjük egymást. A szeretet az a kölcsönös egymásba foglaltatásnak az érzése, amikor én magamhoz hozom a te vágyadat, és elkötelezem magam, hogy érezni akarom a te vágyadat, és te pedig magadhoz hozod az én vágyamat, és elkötelezzük magunkat, hogy kitöltjük egymásnak a vágyát. Ez a kölcsönös világ, a kölcsönös szeretünk, ez a hormonok alapján is így van ebben a világban is, nem? Tehát a kérdésem az, hogy meg kell tanuljuk, hogy hogyan színészkedjek, vagy ne ítélje meg a többieket. Neked meg kell értened, hogy a lelked a többiekben van, hogy meg kell értsed ennek a súlyossággal. Tehát ez a szeretet az egy természetes, egoisztikus szeretet, és nem pedig valami, tehát hogy a lelkedet azáltal kapod meg, hogy a másikat szereted. Tehát, hogy fogadjam el a többieknek a játékát, vagy a többiek állapotát, tehát hogy ne ítéljen meg. Mi mindannyian játszunk, magyarabb, nem? A rapás is azt mondta, hogy ki kell fejezzük nyíltan. Igen, nyíltan, meg kell mutassunk a szeretetünket, ez a játék, hogy a szeretettel fordulunk a többiekhez. Igen, tehát én halandó vagyok erre, de van ez a szörny bennem, ami állandóan ítéli a többiket. Ez nagyszerű, amikor érzed ezt a kis ördögöt magadon belőle, ez csodálatos. Oké, akkor mit csináljak ezzel az ördöggel magamban? Folytsam meg? Nem, mondja Röve. Az ördögöt nem kell megfojtani magunkon belül, ezt a kígyót vagy valamit, ami megjelenik benni. De hát akkor mit kezdjek ezzel? Mit kezdjek ezzel az ellenmondással? De nekünk ebben az ellentétben kell élnünk, nekünk szeretnünk kell ezt a kettősséget, meg kell maradjunk a kettősségben. Ez, hogy ellentét van, ez az ellentét. Ezt mondom, éreznünk kell, hogyha nem lenne sötétség és fény, egyszerűen nem érnénk el semmit. Az edény ellentétes a fénnyel, és nekünk a kettőt össze kell helyezzük a szűrővel, és az ő ellentétük az csak növekszik. Ez egy szörnyű taszítás, ez az, amit most érzünk, ez az ellentét, a teljes gyűlölet, a teljes szeretet között. El sem tudjuk képzelni, ez szinte lehetetlen. El se tudod képzelni, hogy micsoda ellentéteken megyünk majd keresztül, hogy ez a kónus egyre növekszik a végtelenség mértékéig, hogy micsoda hatalmas ellentéteseket, egy ez szörnyű, elképzelhetetlen, és ez a kicsi ördög, ez valami hatalmas, mit is nevezünk, mint a King Kong, vagy mit tudom én, minek nevezzük, ez csak egy elképesztően szörnyű állapot a valóságban. Egyelővé kell, hogy válni a teremtőhöz, csak az ellentétével kell válni, tehát a fáraó az ellentét és a teremtővel. Teljes ellentét a teremtőnek, ez a hatalmas szörny, amit majd felfedezünk, és ez a kettő kezük leszünk, ez a kettő szakít szét minket, és mégis ott vagyunk a kötélen a középen, mivel te megint megállt. Az ellentétből át kell lépjünk, Oké, emberek, egyelőre megállt, megpróbálok megtalálni egy olyan linket, ahol a hang van. Tehát, hogy tolerálnunk kell ezt, most csak a hangot kapcsoltam be, ami egyszerűbb. Tehát ezt tolerálnunk kell, a tanárom ezt megtanította. Srácok, én nem tudom elmondani nekem, hogy ő mit viselt el tőlem. És a szülőim, és a tanárom, tehát ő miket elviseltek tőlem. Oké. Okay. Én nem kívánom nektek mindazt, hogy ezen átmenjetek. Oké, okay. Kérdezzük, következő. Tehát most sajnos a felvételem, majd a videó itt megszűnt. Tehát gyakorlatilag be kell fejezzük, nem? Mi történik? Mert igen, most kellett volna befejeződni az egésznek.
Akartok tovább menni, akkor mit csináljuk? Oké, menjünk tovább. De bárki, aki menni akar, menjen, de aki tovább akarja folytatni, az folytassa. Én készen állok nekem, szórakoztatnom kell titeket ma mondjára. Oké, menj tovább. Fordulj úgy, hogy lássál engem, vagy körökben akartok ülni, teljesen mindegy, ne engem nézzetek, nézzetek egymást, mondjátok, de teljesen mindegy. Drága Raf, az olasz csoport az meleg üdvözletét küldi, és mi szeretnénk egy kérdést kérdezni barátunktól, aki nagyon szégyellős és nem mer maga kérdezni. Hogyan lehetséges átadni, hogyan tudjuk átadni a 99%-nak azt, hogy bármi, ami történik mindenkivel, az a saját érdekünkben történik. Tehát ugye miért történik, mindez, ami történik. Mi nem vagyunk képesek ezt átadni, mondja rá, ezt nem vagyunk képesek a külső embereknek átadni. Egyszerűen képtelenség. Hogyan érthetné meg ezt a személy? Átél mindenfajta problémákat ebben a világban, és te azt akarod mondani neki, hogy mindez, ami történik veled, ez a te érdekedben történik. Hogyan magyarázhatnánk el ezt el nekik? Ez lehetetlen. Mi még csak nem is beszélünk erről egyáltalán. Ne zavarjuk össze azt, amit itt egymás között beszélünk, azzal, amit majd nektek kell a külső embereknek elmagyarázni. De én, amit nektek mondok, az csak személyesen nektek mondom, kifejezetten nektek. Azoknak, akik a tanulásban vannak, akik a kereteink között vannak, mindazok, aki, amikor elhagyjátok a kereteket, akkor ott nagyon másképpen kell beszéljünk, egy nagyon speciális módon, és ne ismételtek mindent, amit itt hallottok. Bármilyen személye történik, ugye saját érdekében történik, én nem mondhatom nekik, nem szabad ilyet mondani nekik. Ne kérdezzetek engem ma, ne kérdezzetek tőlem kérdéseket, se a Zohár kongresszuson, ne kérdezzetek kérdéseket az integrál oktatásról. Itt most egymás között beszélünk, kabaráról beszélünk, mi majd a kongresszus után beszélünk integrál oktatásról. Hogyha maradtok a kongresszus után, vagy nem, akkor majd egyre többet tanulunk elő, de nem most. Ne kérdezzetek kérdést a külső publikumról. Hol vannak a férfiak? Hello, drága Raf. Nagy barátaink, én Nikolaj vagyok Dnyepropetrovskből, van egy kérdésem, én csak is magamat szeretem, én csak is a magam érdekében élek, hiszek neked, mondja Rav. És két utunk van, létezik a választott út, és amikor botterültek minket. Az egóm az nem akarja megadni magát a barátoknak, a körülményeknek, még mit tudom én a halált szembenézve sem. Tehát hogyan tudom kényszeríteni, hogy a jó utat válaszza? Mert én megértem, hogy a szenvedés az nem jó, az kellemetlen. Tehát hogyan kényszerítem az egót arra, hogy a jó úton menjen, hogy a jó utat válaszza? Nem kényszerítheted őt semmilyen módon, mondja Rav. Egészen addig, ameddig a csoport meg nem győzött téged erről. Te nem vagy képes az egódat kényszeríteni, te mindig makacs maradsz, mint egy szamár, mint egy összvér. És te csak mint egy piton, egy kígyó, meg kell, hogy ragadjad megfojtva az áldozatát, vagy mint egy aligátor, amely az állkapcsávalát kapja. Te nem leszel képes megváltoztatni a saját véleményedet egyedül. Te egyedül semmire nem vagy képes. Te a kezdeti állapotban mi visszataszítjuk a saját véleményünket a személyes csapások hatására. Tehát így kezdődik, de később, először ugye a személyes csapások hatására fordulunk egyáltalán a kabalához vagy a csoporthoz. De később már képesek vagyunk ezt megédesíteni, vagy eltaszítani, de csak is abban az esetben, azzal a feltétellel, hogy a csoport hatása alatt vagyunk, csak is azzal a feltétellel. A csoportnak kell megtanítani a számunkra, hogy hogyan viszonyuljunk a problémánkhoz. De a csoport ugyanolyan emberekből áll, mint én? Persze, mondja Rav. Ami
amit most mondtál, az értelmetlen, ez csak te gondolod, kik ők, mik ők, mit tudnak ők, mit értenek még, hogy ők olyan, mint a teremtő, vagy a kabbalisták, mi? Ezek senkik. Ezt gondolod magadban. Ezért van az, hogy te a saját problémádba elmerülve ülsz, ezért maradsz meg a saját problémádban. Neked minden egyes barátod föl kell emelned, mint hogyha ő lenne a legnagyobb, a generáció legnagyobbik, egy óriás. És akkor majd meglátod, hogy mi az, amit megkaphatsz tőlük, mi az, amit hallhatsz tőlük, akkor majd teljesen más füllel hallgatod őket, nem ezzel az állati füllel, hanem egy spirituális füllel hallgatod őket. Akkor majd megérted, hogy ők te olyan dolgokat mondanak, amely teljesen más érzéseket aktivizál benned, és majd teljesen másképpen érzed őket magadban, hogyha elkezded őket felemelni, hogy nagyként nézed őket, hogy ott találhat a problémát. Most diagnosztizáltuk a problémát. Mindenki megértette? Hogyan hallgathatok meg valamit, bármi jót, bármilyen jót a barátoktól, ilyenektől, akik ugyanolyanok, mint én, ilyen aprók, mint én. Én mindig minden egyes kérdésre, amit én nem vagyok képes megoldani, vagy nem vagyok képes látni, ezt csak kis a tanítványaimtól kapom meg a választ. Én ezt elismerem, nem is szégyellem ezt. Én a válaszokat a tanítványaimtól hallom. Ez ahogy az írva van. Nagyon sokat tanultam a tanáraimtól, még többet a barátaimtól, és ennél sokkal többet tanultam a tanítványaimtól. Mivel nekem le kell eresztenem magam, meg kell hajtanom magam előttük. Abban például meghaltam magam, mindenkit tanulhatok, és ennek megfelelően én képes velük őket meghallani. Köszönöm, mondja. Hello, Rav. Van egy kérdésem az integrál oktatással kapcsolatban. A 99% számára. Tehát van egy konfliktusom, hogy hogyan lehetünk mi képesek oktatni őket, kifejezetten az ezoterikus csapatokat. Én nem tudok semmit, és nem akarok erről beszélni. Már mondtam, ne kérdezzetek engem a 99%-ról. Ne kérdezzetek kérdést a 99%-ról. Oké, következő. Jó napot, Raf. A kérdés a következő. Hogy mi virtuális tanítványok vagyunk, ahogy azt tudod, és mi egyedül tanulunk, mi a komputer előtt ülünk, és nézzük a reggeli leckét. Tehát akkor mi a változás a lecke formájában, hogy átmentünk leckéről workshopra? Igen. Tehát ez egy jó kérdés, mondja. A tradicionális, klasszikus leckének a megváltoztatása workshopra, az lényegében ez nem tradicionális, mivel korábban az emberek ugyancsak körökben tanultak. A rabbi Akivának meg volt a szeretett köve a fa alatt, ahol ült, és a tanítványai körbeülték, tehát rabbi Akivát is körbeülték a tanítványai. És ott ült a körben, a kör közepén a köven, a fa alatt, és körülötte ültek, és ő elmagyarázta számukra, hogy annak idején ugye semmi nem volt még leírva, tehát nem volt írott könyv, hanem a generációkon keresztül minden szájból szájba lett átadva, úgymond a szájból fülbe. Tehát ez egy különleges módszere a tanításnak. Mindent memorizálnod kell, amit a tanár mondott, memorizálnod kell. Ez az, hogy mindenki tanult. Egyszerűen az értelmedbe, az agyadba, a memoriába kellett behelyezni. Tóra, Nevim, Ktovim, az összes szent írás, mindezek a könyvek és a Talmud is mind memorizálva lett a misna. A tanítványok ezt memorizálták, betették a fejükbe. 3000, 4000 oldal, igazából ez nem probléma, ez a valóságban nem probléma. Az emberek ezt megtanulják, és nincs más. Ez volt az egész életük, hogy memorizálták ezeket a szentírásokat. Nem volt több ezernyi televízió csatornájuk, meg mindenféle hülyeséget olvastak, vagy néztek, nincsenek kalandregények, vagy szerelmi regények. Az emberek ezt tanulták. A fiam ugyanilyen módon tanult, úr, amikor gyerek volt, elment Jeruzsálembe, különleges iskolában, ahol csak kis memóriából tanítottak. Te addig olvasol, amíg minden részeddé válik, hogy hallod a többieket,
és beszélsz egészen addig, ameddig ez beléd hatol, és ez benned van, mintha te egy archívum lennél, egy könyvtár, és akkor már tudsz róla beszélni, mivel minden egyes szó és a szócsoportok, mondatok, valaki mondott valamit, és tudod pontosan, hogy ez honnan származik, miért, mihez kapcsolódik, és akkor vagy csak képes valóban működtetni ezt az anyagot. Ez az, hogy ők tanultak, ültek, együtt ültek körben, megismételték az anyagot egészen addig, ameddig az össze nem állt egyetlen integrált rendszeré, egyesített rendszeré bennük, magukon belül. Ez az, amit mi is csináltunk, amikor rabassá tanultunk az asztal körül. Röviden berültünk, beszéltünk egymással körben. Ő beszélt, és mi kérdéseket kérdeztünk, megbeszéltük egymással, de nem sokat. De a valóságban, miután a tanár mondott valamit, akkor a tanulmányoknak, tanítványoknak ezt meg kell beszélnünk egymás között. Csak is akkor képesek valóban megérteni, megemészteni az anyagot. Mert egyébként ez nem emésztődik meg. Ti már tudjátok, hogy ez hogyan működik a workshopokon keresztül. Tehát ez nem egy új rendszer igazából, hanem ez a régi rendszer, amihez visszatérünk. A templom pusztulása előtt, 2000 évvel ezelőtt pontosan így tanultak az emberek. De mi virtuális tanítványok, akik a komputerek előtt ülünk, hogyan tudunk részt venni ebben a workshopban? Hogyan látod ezt? Hogyan tudunk részt venni a workshopokban, mint virtuális tanítványok? És hogy vajon lesz-e valami magyarázat a forrásoknak, hogy lesznek magyarázatok, vagy lesz valami kombináció, vagy hogyan tudunk mi ebben csatlakozni? Tehát egy egyéni virtuális tanítvány hogyan képes ebben részt venni? Lesz egy kombináció, mondja Ralf, mi olvasunk a szövegből, én magyarázok, elmagyarázom a szöveget, mint ahogy ma is csináltuk, vagy korábban ma is csináltuk, és akkor utána kérdezek majd kérdéseket a szöveggel kapcsolatban, amit éppen elolvastunk, hogy tanultak, és akkor azt nem megbeszéljük a csapaton, hogy majd én elmagyarázom. Mi keresztül mentünk valóban már nagyon sokszor, valószínűleg összes szövegén keresztül mentünk, nem? Hiszen már gyakorlatilag az összes cikket átvettük, vagy esetleg a valódi új tanítványok még nem, de a korábbi tanítványok már hát számtalanszor keresztül mentek az anyagokon. Ki az, aki még nem vette át a válaszolat összes írását? Oké, pár nő és talán egy férfi. A többiek, oké, két férfi és három nő, aki nem vette át a válaszolat. Oké, három. Oké. Tehát három férfi, három nő, aki nem vette át a válaszolat összes cikkét még. Mi nekünk nem kell újra és újra keresztül menni. Mi az értelme annak? Nekünk most már bele kell mélyednünk, meg kell beszélnünk azt, keresztül kell beszéljük azokat, hogy azok már bennünk éljenek, és egyelőre meg ezzel nem rendelkezünk, és ezzel amire szükségünk van, hogy ezt most már átéljük, és ezen túl meg kell tanulni, éreznünk kell, hogy ez már éljen bennünk, a szövegeknek élniük kell bennünk. Hogy hogyan figyeljük ezt meg magunkon belül, átélve azt. Ez csak is a workshopon keresztül lehetséges, csak is amikor a barátok között megbeszéljük ezeket. Ez valószínűleg az, amit mostantól csinálunk majd a kongresszus után, a jövő héttől kezdődően. Hogy mit kezdjünk veletek az egyéni virtuális tanítványokkal, hogy azt hallgassam, amit ti beszéltek, vagy beszélünk a TeamSpeak-en keresztül virtuálisan. Meg kell halljatok mindent, amit adunk innen, az ami az adásban megy. A kérdés az, hogy a fókuszasztalt hallgassátok, vagy beszéltek meg egymás között. Hogyha rendelkezel egy jó kommunikációval virtuálisan a csoportoddal, akkor abszolút egymás között sokkal jobb, hogyha egymás között beszéltek meg. Hogyha nem rendelkezel egy ilyen jó kommunikációval a csoporttal, akár technikai, akár valami más miatt, hogy valaki Alaszkában van, vagy valaki más a sivatagban van, akkor jobb, hogyha a fókuszasztalt hallgatod. De hogyha képesek vagytok kommunikálni egymással, akkor jobb, hogyha egymás között. Oké, ezt tisztáztam, mondja ő. Ezért van az, hogy létezik egy fókuszasztal azok számára, akik nem képesek másokkal workshopolni. A fókuszasztal nem azok számára van, akik képesek csoportot létrehozni, ahol vannak. Én látom a képernyőn, hogy az emberek egymás között beszélnek, nem hallgatják a fókuszasztalt. Ugyanaz van Moszkvában is, ők nem hallgatják a fókuszasztalt. Miért hallgassanak még más? Nekik egymás között kell, nekik össze kell kapcsolódni, és egymás között kell megemészteniük az anyagot. Ennek egy keveredést kell hozni, létre kell hozni egymás között az anyagnak.
és az a személy, akinek nincs ki, akivel csinálja, ennek össze kell kapcsolni a fókuszasztalát, de neki is át kell élnie mindent rajtuk keresztül, mint egy közöttük ülne, és elképzelje, hogy mit mondaná, hogy hogyan fogalmaznám meg, akkor ő is egyenlővé válik velük. Tehát még azok is, akik egyedül hallgatják a fókuszasztalát, írjanak, írjátok le, hogy mit mondanátok, hogyha ti is részt vennétek. Oké, Rav. Én Tbiliszéből vagyok, a következő kérdésemben. Létezik egy barát, aki kritizál engem, kritizál másokat, de nem csak, hogy kritizál, hanem ő tesz jó dolgokat is a csoportért, tehát hoz hasznot is a csoportnak, meg kárt is okoz a csoportnak. Tehát részt vesz a reggeli leckén, csinál jó sok dolgot is a csoportnak, azon túl, hogy kárt is okoz. Tehát szeretném kérdezni, ő maga nem fogad el kritizizmust, azonnal visszautasítja, ha valaki kritizálja, hogy figyelmen kívül. Olyan, mint én mondja rád magára. Tehát természetesen mindenki szereti a másikat kritizálni, ez a probléma. Mindenki szívesen kritizálja a másikat, de én nem értem. Tehát én elnyomom a saját vágyamat, én visszaszorítom magam, hogy ne kritizáljam a másikat, tehát akkor hogyan szólítsa ő meg ezt a tulajdonságot? Drága barátom, mondja rá, mindannyian közösen, együtt, kivéve egy szövetséget kell kössetek, hogy most megmutatjátok neki, hogy mennyire szeretitek őt. Mostantól kezdve csak azt mutatjátok neki, hogy mennyire szeretitek őt. Ennyi. Próbáljátok ki. Tehát, hogy ezen a srácon túl mindenki kössön egy szövetséget, hogy megmutatjátok neki, hogy mennyire szeretitek őt. Nincs más tanácsom, mondja. Oké, van egy másik kérdés. A workshop során, amikor mi meghallgatjuk a barátot, akkor kikapcsoljuk az agyunkat, és akkor behatolunk ebbe a zero állapotba, tehát hogy nekem nincs saját érzelmem vagy gondolatom, hogy behatolok a többiekbe. Tehát annak érdekében, hogy a barátokhoz forduljak. De néha jön egy válasz, amikor még azt sem tudod, hogy honnan jön, de hogy jön egy válasz, de akkor nem folytatod a barátod. Ne aggódjál emiatt, mondja Rav, még ne aggódjál. Én nagyon boldog vagyok, hogy ez így történik, ez nem is fontos, mondja Rav. Te folytatni akarod a barátot, igen, folytatni akarod a barátot, még akkor is, hogyha előre akarsz haladni, akkor mindig el kell képzelned ezt az állapotot, hogy te mindig a barátokat akarod folytatni, hogy bele akarsz folyni, hogy mi ez az állapot, ahonnan beszélned kell, hogy mi az, amit a többiekben ki kell váltja. Most ne aggódjál emiatt, csak kapcsolódjál össze a másiknak az érzéseihez. Ezek a szavak, amelyeket magadba kell szívnod. Ezek a szavak, a vágyaik, amik beléd hatolnak. Fogad el azokat mindenfajta szűrő, mindenfajta határ nélkül, mindenfajta analízis nélkül, mindenfajta vizsgálat nélkül, minden nélkül. Engedd, hogy beléd hatoljanak. Oké, akkor van még egy kérdésem. Van egy barátom, aki nincs összeházasodva. Ajjajjaj, mondja Rav, ez nem jó. Ez nem jó. Ő szeretne megházasodni, és van egy mennyasszonya, de nincs munkája, nincs állása. Tehát nem tudjuk őt segíteni a munkájával, ugye nem segíthetjük, és a nők azt mondják nekik, hogy oké, jó vagy, mert hogyha nincs munkád, akkor ne házasodjál össze. De a férfiak meg azt mondják, hogy házasodjon össze. Oké, ne próbáljad magadat elképzelni az ő helyébe, hogyha nincsen állás, ha nem tudja, mit kezdjen, akkor jobb, hogyha nem erőszakoskodunk. Igen, egyedül él. És a lány is egyedül él. Oké, tehát a nőnek van állása. Hogyha egyedül él, és a nő is egyedül él, akkor lehet, hogy élhetnek együtt, akkor mi a probléma? A nő dolgozik, és a férfi nem dolgozik, ez a probléma. Hát igen, mondja, ez egy probléma. Oké, köszönjük. Ajjajjaj, mondja rá. Hello, Rav. Van egy kérdésem a horvát barátok számára. Ő követ minket minden egyes pillanatban, ha jól értem, egy nőről van szó, de mégis ez a hölgy, az az érzése, hogy mindenki már egységben van, és hogy ő soha nem lesz képes elérni az egységet. Tehát ez egy horvát hölgyről szól, aki mindent követ, de mégis úgy érzi, hogy nem érzi az egységet. Tehát ebből az ürességből, amit érez,
Tehát, hogy ebből az ürességből, amit érez, hogyan kérheti a barátokat, és igazából mi az, amit kérnie kell, mi az, amit tennie kell, hogy csatlakozzon az egységhez. Annélkül, hogy ő aktívan részt venne, soha nem lesz képes semmit elérni. Tehát neki azt kell kérnie, hogy bármilyen szóval, amit csak képes, hogy összekapcsolódjon és benne foglaltassa magát mindenben, és nekünk meg kell mutatnunk neki, hogy ő nélküle mi nem leszünk képesek elérni azt a harmóniát, amely szükségünk van ahhoz, hogy elérjük a teremtőt. Próbáljuk ezt megtenni. Tehát neki éreznie kell, hogy csak is azáltal jut, hogy bármilyen, hogy velünk kapcsolódik, és nekünk pedig azt kell mutatnunk számára, hogy ő hiányzik az egységből. Igazából nem tudom most elmagyarázni nektek, de összességében ez a valóság, ez valóban így van. Hogyha a teremtő kiválaszt egy bizonyos mennyiségű embert, hogy részt vegyenek az edényben, amelyben meg akarja mutatni magát, akkor ezt kell megtennünk. Kompenzálnunk kell az egyiket a másikkal, ki kell egészítsük egymást, ez egész rendszer így működik. Vannak különböző módok. De ez a rendszer, amely a kompenzációra alapul, hogy hogyan folyik, egészen a végső korrekcióig. Különböző módjai vannak, hogy bizonyos dolgokat kiegészítsünk különböző módokon. Ahogy ez írva van, hogy a rendszeren belül, bocsánat, most még a hanganyag is megáll. Tehát mindenkire szükség van az egységhez, újraindítom. Egy anya. Oké. Tehát ez egy anyának a kérdése, amely ugye a kisbabáját figyeli, miközben a workshop történik. Tehát egy anya, aki a kisbabáját követi, miközben a workshop történik. És van egy pár ilyen a csoportban, természetesen nem csak a csoportban, nagyon sok anya van, akik szeretnének részt venni a workshopban, de nem képesek. Tehát a vágy az létezik, de nyilvánvalóan ez nem elég. Semmi rossz nincs ezzel kapcsolatban, mondja Raff, hogyha ők velünk vannak, és hozzánk kapcsolatják, mondja Raff, a csatornán keresztül, hogyha ez Izraelben van, nem Izraelben? Horvátországban, Horvátországról van még mindig szó. Hogyha részt vesz velünk együtt, akkor semmi más. Lehet, hogy a fülében van a fülhallgató, és közben velünk van, ez nem változtat semmit. Hogyha ő velünk van, hogyha erőfeszítést tesz, hogy velünk legyen állandóan, a teremtő mindenkinek megadja a feltételeket, ami szükségük van. Vannak olyan emberek, akik itt élnek Izraelben, akik képesek részt venni közvetlenül, nyíltan, és vannak mások, akik távol vannak, és mindenfajta nehézségeik vannak, de ez nem számít, ne aggódj el emiatt. Oké, következő. A világunk az a következmények világa, azt mondjuk, és nekünk létre kell hoznunk a saját, ezt nem értem, hogy micsodát, a saját utunkat, hogy eljussunk a korrekcióhoz. Tehát ez a Hahiséne útja, tehát a felgyorsított útja, hogy tegyük fel, mondjuk rá, tehát az ostot. Hogyan készítsük fel az ostot, hogy magunkat a gyorsítás útján hajtsuk, ha jól értem a kérdést. Raff, a Hahiséne, a gyorsítás útja, az nem az ostor útja, mondja Raff. A Hahiséne útja, a gyorsítás útja az, hogy közelebb vonzzuk magunkat előről, és nem pedig az ostorról hátulról csapamunkat. Azáltal, hogy megnöveljük a célfontosságot a szemünkben. Tehát állandóan a célfontosságot kell növelnünk a szemünkben akkor a mértékben, hogy az édessé váljon, hogy az vonzóvá váljon, mint a cukorkává, hogy mi előre vonzódjunk irányában, és szenvedjünk. Nem kell szenvedni, mondja Raff, mert akkor nem leszek inspirálva. Felejtsd el a szenvedést, nekem akkor nem tudok fele haladni.
De én látok embereket, mondja, akik 6 kilométert futnak egy óra alatt, és az emberek víz alá merülnek, az űrbe mennek, az emberek mindenféle dolgot csinálnak, ahelyett, hogy csak ülnének a karosszékbe, és a focit nézzék. Én látom az embereket, akik mindenfajta művészetet csinálnak, tudományt csinálnak, ők elégetik magukat, szinte szó szerint elégetik magukat, hajlandóak magukban nyelni bármilyen szemetét, elképzelhető szemetet, csak hogy átéljenek valamit, hogy valami másra éljenek. Minden csak a cél fontossággal múlik, hogy mennyire vonz engem a cél, amit akarok elérni. És ez nem nehéz, hogyha te összekapcsolódsz egy csoporttal, és a csoport támogatja minden egyes tagját, és megadja nekik a cél fontosságát, akkor ez egy csodálatos kalandá válik, egy könnyű útté válik, amit tele van inspirációval, és akkor egyetlen csöpnyi szemülést nézek. Mi ez az ostor, amit te akarsz használni? Mi? Vagy olyan vagy, mint egy önmagadat csapkodod, mint egy ilyen szerzetes, aki csapkodja magát, vagy mi? Az összes vallás erre a szenvedésre épül, a megszorításokra, a megszorításra, önszenvedésre, kabbala, épp az ellenkező. Az út az csak is a boldogsággal teli, a boldogsággal kell, hogy tele legyen, de pont azért, mert magunk elé helyezzük ezt a nagy célt, és akkor még a negatív állapotok is hajtóerővé válnak. Hogyha te érzed, ahogy az írva van, hogy az egyik Samati cikkben is, hogy elmagyarázza, hogy az ego az rohan, és mondja, hogy kapjuk el a tolvajt, az ego maga is kiabál. Hogyha az ego úgy érzi, hogy neked nehézséged vannak, akkor rohan előre. Tehát oké, tehát de mit akarsz? Következő kérdés. Tehát, hogy párosokként dolgoztunk a körben, és elképzeltük, hogy mi átadjuk az üzenetünket a 99%-nak. És hogy hogyan adjuk el. És ez nagyon könnyű volt, és a válasz az a szívből jött belünkről, az egységünkből jött a válasz. De amikor fel kellett állnunk párosokként, hogy elmagyarázzuk a körnek, hogy mi az, amit létrehoztunk a párokként egymás között, teljesen le lettünk blankolva, és még egy szót sem voltunk képesek kiejteni. Tehát a kérdésem az, hogy amikor a 99%-a dolgozunk, hogyan adjuk át ezt az érzést, hogyan öltöztessük ezt az egységet szavakba, és a szívünk és az értelmünk hogyan működjön együtt. Én alig hallottam a kérdés végét, mivel mi beleegyeztünk, hogy nem beszélünk a 99%-ra, úgyhogy nem hallanátok meg engem. Én nem válaszolok meg egyetlen kérdésem, ami a 99%-ra vonatkozik. Lányok, kérlek, mostan szándékosan cukkoltak engem? Te is Horvátországba jöttél? Bulgária, mondja le. Én nem akarok összezavarni embereket. És én le vagyok döbben, vagy állandóan erről kérdeztek engem. Ma mi csak is magunkkal foglalkozunk, és a csoport problémáival nem beszélünk a 99%-ról. Következő kérdés. Drága Rav, most elkezdtem érezni, hogy kérdésekkel fordulunk hozzád. Ez egy bizonyos workshop, hogy amikor téged kérdezünk, ez is olyan, mint egy workshop. Szeretném tudni, hogy hogyan növeljem ezt az érzést, hogy minden egy workshop. Ez csak is rajtad múlik, mondja Rav. Én semmi más nem tudok mondani. Ez
hogy odafigyeljél, és tisztelettel, mint a teremtővel szemben, mint a csoporttal. Tehát abban a mértékben, amely képtőjükben képes vagy az edényedet kiterjeszteni és érezni, hogy amit megkapsz, hogy egy különleges beteljesülés, amikor a mértékben képes vagy az edényedet kiterjeszteni, akkor elkezded majd érezni ezt a különleges beteljesülést, még inkább egészen addig a mértékig, hogy elkezded érezni a fényt a szavaimban. Be kell fejezzük, nem? Srácok, oké, nézzétek ki. Ti kérdeztek, és én kikapcsolom a mikrofont. Oké, tehát utolsó 12 óra, tehát befejezzük a leckét most. A leckénk az befejeződik 12-kor, oké. Tehát majd lesz az étkezés fél óra múlva, nem? Tehát készen álltok arra, hogy ne egyetek. Raf, kérdezi, nem akartok enni? Oké, készen állnak, hogy itt maradjanak. Oké, tehát az étkezés, készen állnak. 600 adagnyi kaját akkor ki kell dobni, hogyha nem eszünk. Tehát akkor 12.30-kor kaja, és akkor ez a kérdés, hogy 12.30-től, tehát 12.30-től 1.30-ig kérdés az, hogy barátok, hogy akartok pihenni, akartok aludni, akartok workshopot, vagy rendbe akarjátok tenni magatokat, tehát ez a kérdés, hogy mit csináljunk, de a lényeg az, hogy szükségünk van egy válaszra. Tehát látnunk kell, hogy ki az elmény, mit akar. Oké, tehát ki akar aludni, ki akar két órát aludni a kaja után. Ki az, aki ezt akarja? Oké, legyetek őszinték, srácok, legyetek őszinték. Oké, az arcodat láttam, tudom, hogy ezt akarod, de hogyha alszunk, akkor alszunk, akkor nem csinálunk valami második. Ki az, aki workshopot akar? Én nem hiszem, hogy Rav kész lesz arra, mivel Ravnak van egy másik leckéje később este, tehát később lesz. Tehát akkor ki az, aki workshopot akar? És a többiek pedig semmit nem akarnak? Oké, tehát 12.30-1.30-ig. Tehát mik a többi lehetőség? Az csak, hogy rendbe tesszük magunkat. Tehát kaja 12.30-1.30-ig. Oké, szétszorodunk, de hova? Mi már parancsot adtunk, hogy senki nem megy sehova. Oké, emeljétek fel a kezeteket. Ki az, aki itt lakik? Oké, elzárom az felvételt. Ki az, aki nem lakik?